Felix algoritmusról, kódokról, az egész HTTP-ről lesz most szó. Ugye most eléggé hot topic, ugye érdekes lehet itt mindenki, aki podcast.youtube-val mostanában foglalkozik, úgyhogy én akkor átosadom a szót. Köszönöm szépen, és akkor szeretettel köszöntök mindenkit. És ha jól gondolom, akkor itten főleg azért a kriptográfiával foglalkozók vannak, ugye? Tehát nem annyira kódolással ugye általában, ha jól gondolom, ugye? Hát csak, hogy... Ilyen határ. Jó, tehát mondok valamit, aztán akkor vagy kiderül, hogy már mindenki tudja, és akkor fölöslegesen mondtam, vagy pedig akkor mélyebben bele kell menni. Most ugye ezzel a McAllister-rel fogunk foglalkozni. Ez egy érdekes dolog, hogy a történelem olyan spirált ír le szerintem, mert valamikor... Hát egy olyan 15 éve kezdtünk el, vagy már régebben, egy ilyen blokk volt az ELTE-n, ami tartalmazott három tárgyat, akik fölvették a blokkot, azoknak mind a hármat kellett tanulnia, volt egy véges testek, arra ráépült egy kódolás elmélet, és arra pedig a kriptográfia. És a kódolásban szerepelt a goppa kód, tehát nem azért, mert hogy McAllister, hanem eleve szerepelt a goppa kód, így elég logikus volt, hogy a McAllister bekerült a rejtjelezésbe, tehát foglalkoztunk a McAllister kriptorendszerrel. Csak aztán egyrésztről jöttek olyan új hallgatók, akik csak a kriptográfiát vették fel, és nem tanultak kódolást, másrésztről meg jött az AES. Tehát az AES-t ugye bele kellett venni az anyagba, valamit ki kellett rakni, DES nem lehetett kirakni, mert akkor még ugye mindig volt a DES, háromszoros DES. Hát a McAllister esett áldozatul, hiszen nem igazán volt jelentősége. Úgyhogy az az érdekes, hogy most megint kezd ugye a McAllister. De hát majd meglátjuk, hogy mivé fejlődik, mert azért most már elég gyorsan tudják fejtegetni a dolgokat. És hát azért majd beindul a dolog szerintem, mert eddig nem nagyon foglalkoztak vele, hát mi a fejnek volt egy kuriózumként valami, de most, hogyha majd elkezdenek vele foglalkozni, akkor nem biztos, hogy továbbra is ilyen biztonságosnak fog tűnni. Na most a dologhoz még az is hozzátartozik, hogy itt tulajdonképpen a McAllisterben a tüzet és a vizet akarjuk házasítani, majd mindjárt megnézzük itt a teteje alatt, hogy mi szerepel, ugye mert a McAllisterhez kevés kriptográfia ismeret kell, nem túlságosan sok, viszont jó kódolási ismeret kell hozzá, és a véges testeket kell hozzá használni. Tehát abban jártassák kell tudni számolgatni a véges testekben. Na most, hogy miért a tűz és a víz, az ott szerepel, hogy a titkosításnak és a hibakorlátozó kódolásnak éppen ellentétesek a szempontjai. Ugye egyrésztről a titkosításnál a redundanciát, a terjengőséget akarjuk megszüntetni, hogy minél kevesebb információt hordozzon az eredeti üzenetről. Tömörítünk, meg hasonló dolgokat csinálunk. Ezzel szemben viszont a hibakorlátozó kódolásnak éppen az az alapja, hogy redundanciát kell bevinni, mert különben nem lehetne fölismerni a zajban, ugye a hibák azok a zajok, hogy mi volt az eredeti üzenet, nem tudnánk dekódolni. Tehát egyrészt a redundancia szempontjából pont ellentétes a dolog, másrészt a helyreállításnál, ugye a desifrírozásnál egyrészt, másrészt a dekódolásnál is ellentétes a szempont. A kriptográfiánál pont az a lényeg, hogy nehezen lehessen megfejteni a titkos információ nélkül a dolgokat, ugye, tehát nehezen lehessen a nem autentikus személynek megfejteni a dolgot. Ezzel szemben a kódolásnál pontosan az a cél, hogy minél könnyebb legyen a dekódolás. Tehát mondom, a két dolog az pontosan egymásnak az ellentétje, és hát mégis akkor itt házasítjuk ezt a két dolgot, ugye ennél a McAllister rendszernél. Na, de akkor ezekkel akarunk valamit foglalkozni. Ugye, most remélem, hogy jó irányban nyomtam, igen. Ugye a McAllister rendszer az általánosabban, hogyha nézzük, akkor a kódon alapuló rejtjelezés. Tehát úgy rejtjelezünk, hogy valamilyen algebrai hibakorlátozó kódot használunk, és azt alkalmazzuk belső magként, arra építjük rá a rendszert. Ugye, tehát kell egy olyan kód, amelyiket könnyen tudunk dekódolni, mert hát hiszen ugye aki a titkos információt ismeri, annak könnyen kell tudnia visszafejteni az információt. Tehát ehhez választunk valamilyen NKDQ paraméterű C-kódot. Akik jártasak, azok tudják, tehát általánosságban, hogyha szögletes zárójelben van ez a három paraméter, akkor az egy lineáris kódot szokott jelenteni, és a kerek zárójelben, mert majd egyszer előfordul, akkor pedig általános kódot. Ennek a kódszavaknak a hossza, K, mivel lineáris kód, tehát ugye az egy lineáris térnek egy altere, az a dimenziója a kódnak, és diakódnak a távolsága, amelyik alapvető a kód biztonsága szempontjából. Q pedig, hogy mennyi, ugye ha lineáris kódról van szó, akkor hogy milyen test fölött vagyunk, a Q elemi véges testről, általánosságban pedig azt szokta jelenni, hogy hány szimbólumot, hány betűt használunk fel a kódolásnál. És akkor ugye ehhez van egy K-szor N méretű generátor mátrix, amelyel tudjuk a kódot generálni. Tehát akkor kell egy könnyen dekódolható ilyen kód, lineáris kód. Aztán választunk egy N-edrendű P permutációs mátrixot,
Ez semmit nem csinál, csak a kódon belül a betűket permutálgatja, hogy egy kicsit megzavarjuk ugye az illetéktelen támadókat. Valamint kell még egy reguláris M mátrix, amelyik egy K-adrendű. Ugye a G az egy K-szor N méretű, tehát K-sora van és N oszlopa van. Az M-mel balról szorozzuk, az egy K-szor K méretű mátrix, az egy reguláris mátrix, tehát van inverze. Azzal egyszerűen csak összezagyváljuk a dolgokat. És a másik oldalról pedig, ugye, tehát jobbról van egy N méretű permutációs mátrix, amelyet tehát az oszlopokat permutálgatjuk. Most a nyilvános kulcs az a G-vesszős, és tehát ugye csinálunk egy ilyen G-vesszős mátrixot, ahol összeszorozzuk az M-et, a G-t és a P-t, ez lesz a G-vesszős mátrix. A T pedig, a D, vagy a kódnak volt a távolsága, a D-1 per 2 egész része, ugye kódolásban, bizonyos fajta dekódolásnál, és szinte mindig ezt a fajta dekódolást használják, ennyi az a hiba, amelyiket biztos, hogy ki tud javítani a kód. Tehát ez a D-1 per 2 egész része. Tehát ezek lesznek a nyilvános paraméterek, és a titkos pedig megjegyezzük magunknak a PM és G mátrixokat. Most, ha van egy üzenetünk, ugye akkor az egy K-hosszúságú szó lesz, tehát a Q-elemű testben, vagy a Q-szimbólumot használó ABC-ben kell fölírni K-hosszúságú szavakat, ezek lesznek az üzenetek, amelyeket titkosítani akarunk. És akkor úgy csináljuk a dolgokat, hogy itt a tím nem egyformák. Az ELT-n az a szokás, legalábbis általában az a szokás, hogy a sormátrixot jelöljük transzponátnak, és az oszlopmátrixot jelöljük simán, legtöbbször így szokott előfordulni, tehát ahol egy T betű van, az egy sormátrixot akar jelölni, csak annyit akar jelölni, semmi mást. És a kódolásban általában úgy szokták írni, hogy az üzenet az egy sormátrix, és azzal balról szorozzuk a generátor mátrixot. Tehát akkor megszorozzuk ugye az üzenettel azt a G-vesszős mátrixot, aki nekem akar üzenni, ugye a nyilvános paraméter. Tehát megszorozza az üzenetet a generátor mátrixsal, és hozzáad egy véletlenszerűen választott hibavektort. Egy T-súlyú hibavektort. Tehát szándékosan elrontjuk, olyan, mintha egy nagyon zajos csatornán keresztül ment volna az üzenet, és utána meghibásodott volna. Tehát választunk véletlenszerűen egy legfeljebb T-súlyú, ugye a súly, hogy hány nullától különböző koordinátája van a vektornak, tehát választunk egy T-súlyú hibavektort, és azt hozzáadjuk, és akkor ez lesz, ez a V, ez lesz a titkosított üzenet. Tehát ez lesz a sifrírozott üzenete az U eredeti üzenetnek. Ugye, tehát egy N hosszúságú és T súlyú szó lesz. Ezt küldjük el, tehát ezt küldik el nekem, hogyha az enyém volt, nekem akarnak üzenni. És akkor a visszafejtés, hát az ugye, aki ismeri a paramétereket, annak könnyű a visszafejtése. Ugye ott van az UT-szer G-vesszős plusz ET, tehát ez volt a sifrírozott üzenet, azt megszorozzuk a permutációs mátrixnak az inverzével, de a permutációs mátrixnak az inverze az egyszerűen a transzponáltja. Tehát ott nem kell külön inverzet számolni, hanem a transzponáltjával kell megszorozni. Akkor amit kapunk, az hát szépen lehet látni, hogy a permutációs mátrixra megszorozzuk, akkor az ott kiesik. Van az eredeti generátor mátrix, amelyet ugye mi ismerünk, tehát nekünk az egy ismerős dolog volt. Van még az M mátrix, csak az UTM-et tudjuk dekódolni. Ugye, tehát van egy könnyen dekódolható kódolási rendszerünk, tehát mi akkor tudjuk dekódolni a dolgokat. Akkor ezt az UT-szer M-et fogjuk megkapni, és akkor az M-inverzével megszorozva visszakaptuk az eredeti üzenetet. Tehát ez lesz a lényege a dolgnak, erről fogunk beszélni. Tehát ezt akarjuk valahogy részletesebben majd kifejteni ezeket a dolgokat. Tehát így működik maga a Mac-Alice rendszer. Jó, tehát akkor a feladatunk az, hogy egy könnyen dekódolható C-kódot kell konstruálni, és ezt álcázzuk azzal az M és a P mátrixsal. Az M, majd később valahol föl is írtam, az egy úgynevezett sűrű mátrix kell, hogy legyen, tehát kevés nulla legyen benne, mert ha sok benne a nulla, akkor majdnem az eredeti mátrixot kapjuk, és akkor ugye alig lehet megkülön. Akkor majdnem ugyanolyan, mint az eredeti, akkor könnyen fejthető az üzenet. Viszont a G-vesző mátrixból nehéz legyen megállapítani a kódolási szabályokat, tehát ilyen dolgot akarunk csinálni. Most akkor a hibakorlátozó kódok, ugye két típusa van, az egyik a hibajelző, a másik a hibajavító kódok. A hibajelzés az csak annyit akarunk, hogy ha átment egy zajos csatornán, észrevegyük, hogy egyáltalán történt valamilyen hiba. Abban az esetben, hogyha ismételhetnünk, tehát kérhetjük, hogy ismételjék meg az üzenetet, akkor egy ilyen hibajelző kód is megteszi. Akkor nem érdemes sokszor ennél bonyolultabb és drágább hibakorlátozó kódot alkalmazni, tehát hibajavító kódot. Viszont ami lényeges, hogy a hibakorlátozó kódok mindig fix hosszúságúak, szemben a gazdaságos kódolással ugye tömörítünk. Tehát a Huffman kód, meg az ELZ, meg az ilyenek, azok ugye éppen az a lényeg, hogy a gyakori üzeneteket rövidebbe,
a ritkább üzeneteket hosszabbba kódoljuk, mert ott az a lényeg, hogy minél könnyebb, kevesebbe kerüljön az üzenetnek az átvitele, tehát az átlagos szószúság minél rövidebb legyen. Itt viszont ezt nem lehet megcsinálni, mert ha hiba van, és változó szóhosszúságúak lennének a kódok, akkor már azt sem tudnánk, hogy hol van az egyes üzeneteknek a határa, ugye, mert meghibásodott. Emiatt tehát ezek fix szóhosszúságúak, mert akkor tudjuk, hogy milyen hosszúnak kell lenni. Még ekkor is lehetnek bajok, de ezektől most eltekintünk, vannak kódok, amelyek a szinkronhibát is észreveszik, mi most fölteszik, hogy szinkronhiba nincs. Tehát ha elküldtek n darab betűt, akkor n darab betű érkezik meg. Jó, tehát ezt általában most föl fogjuk tenni. Jó, tehát a fix hosszúságúak, van egy ABC-nk, az akármi lehet, de mondom, ugye mi most elsősorban lineáris kódokkal foglalkozunk, akkor az egy véges test, az ABC, a véges testnek az elemei. És akkor a kód maga, ugye az ABC-vel felült N hosszúságú szavak halmazának egy részhalmaza. Ugye ez a kód maga. Mindent nem használhatunk, mert hogyha az összes szót használjuk, akkor bármit is küldtünk, és bármi érkezik, nem mondhatjuk azt, hogy hiba történt, mert ami megérkezett, akkor azt kell elfogadnunk, hogyha minden üzenet lehet, ugye bármi lehet. Csak ugye, tehát a különböző üzenetkódja az különböző kell, hogy legyen, ez megint különbözik, mert a JPEG-nél, meg egyéb helyeknél ott megengedjük, ugye, hogy amit kódoltunk, akkor az ne teljesen alakhűen kapjuk vissza a dekódolást, tehát ott bizonyos információszerességet megengedünk. Itt a hibakorlátozó kódoknál nem akarunk megengedni veszteséget, tehát éppen azt szeretnénk, hogy az eredeti üzenetet teljes egészében kapjuk vissza, emiatt tehát különböző üzenetnek a kódja különböző kell, hogy legyen, mert csak akkor tudjuk az eredeti állapotot visszaállítani. Tehát a hibajelzésnél csak annyit kell észrevennünk, hogy amit beérkezett, tehát ami beérkezett szó, az nem eleme a kódnak. Ha nem eleme a kódnak, akkor hiba történt. Ha viszont eleme a kódnak, ugye elküldtünk egy V szót, az meghibásodott, megérkezik egy V veszős, hogyha az maga is kódszó, akkor nem veszük észre, hogy hiba történt. Ugye semmi okunk nincs arra, hogy feltételezzük, hogy nem azt a V-veszőt küldték. A vétel helyén mindig abból kell kiindulni, hogy fogalmunk sincs, hogy mit küldtek. Csak amit látunk, azt látjuk. Ugye ha tudnánk, hogy mit küldtek, akkor a fenének sem kellene küldeni, akkor mi a fenének pénzt áldozni rá. Tehát abból kell kiindulni, ami érkezik, és hát ha egy kódszó érkezett, akkor feltehetjük, hogy az volt az elküldött kódszó. Jó? Tehát ennyi a hibajelzés. Most a hibajavítás ennél bonyolultabb. Nyilván, ugye, hogyha a hibát akarunk javítani, akkor abban az esetben tudnunk kell a hiba helyét, hogy melyik karakterek hibásodtak meg, és tudnunk kell, hogy hogy hibásodott meg, tehát ugye mi lehetett az eredeti karakter. Egyetlen kivétel van a bináris kód, mert a bináris kódnál, hogyha tudjuk a hiba helyét, akkor már a hibát magát is ismerjük. Hát ugye, hogyha nulla volt és egy is érkezett, akkor az eredeti nulla kellett, hogy legyen. Jó, tehát akkor ugye a hiba javításnál ott az a helyzet, hogy van egy döntési függvényünk. Tehát el kell döntenünk a beérkezett szavakról, amelyek többnyire hibásak, hogy vajon mi lehetett az eredeti. Ez egy döntés. Bárhogy dönthetünk, ugye akárhogy dönthetünk, de azért persze célszerű úgy döntenünk, hogy a döntési hiba, az a döntési hiba, ami abból származik, hogy amit küldtek és mi döntöttünk, nem azt küldték, mint amire mi döntünk. Ugye? Tehát ez egy döntési hiba. A döntési hibát szeretnénk minimálni, hogy az a lehető legkisebb legyen. Tehát úgy kell megválasztanunk a döntési függvényt, hogy az a lehető legkisebb legyen. És erre különböző módszerek vannak. És hát persze attól is függ, hogy milyen a csatorna, attól is függ, hogy milyen a bemeneti eloszlása az egyes üzeneteknek, tehát sok mindentől függ, hogy melyik a legjobb döntési függvény, de a legegyszerűbb döntési függvény az az úgynevezett minimális távolságú dekódolás. Ugye a minimális távolságú dekódolás, majd megnézzük, hogy mi a távolság, de azt nyilván majdnem mindenki tudja azért a kódoknál, mi a távolság, de azért majd megnézzük. Ugye a minimális távolságú dekódolásnál abból indulunk ki, hogy a kevesebb hibának annak nagyobb a valószínűsége, mint a több hiba. Tehát minél több hiba van, annál kisebb a valószínűsége. Egy hiba az valószínű, mint hogy két hiba lépett fel, és azért a minimális távolságú dekódolásnál abból indulunk ki, hogy ami beérkezett szó, a legkevesebb hibát tartalmazza. Hát akkor hogyan fogunk dekódolni, hogy megkeressük a hozzá a legközelebb eső kódszót. Tehát az összes kódszó közül kiválasztjuk azt, vagy egy olyat, hogyha több minimális távolságra lévő van, amelyik a legkevesebb helyen tér el tőle. És akkor arra fogunk dönteni, tehát ez a minimális távolságú dekódolás, és majdnem mindig ezt használjuk. És ez garantáltan a legjobb abban az esetben, hogyha a csatorna úgynevezett memória nélküli, tehát emlékezet nélküli diszkrét szimmetrikus csatorna, és az azt jelenti, hogy az egyes karakterek meghibásodásának a valósága független egymástól. Tehát, hogyha most volt egy hiba, akkor a következő az tőle függetlenül vagy hibás lesz, vagy nem lesz. Ugye nem ilyen a DVD például, ahol megkarcolódik, meg egyéb, ott csomósan lépnek fel a hibák. De itt ezen a csatornánál feltételezzük, hogy tehát egyedi hibák vannak, azok egymástól független hiba valószínűséggel lépnek fel.
feltételezzük azt is, hogy minden szimbólumnak az, hogy nem hibásodik meg ugyanakkor a valószínűsége, és minden szimbólumnak az, hogy meghibásodik, és bármilyen másra hibásodik meg, mindegyiknek ugyanakkor a valószínűsége. Hát ez egy feltételezés. Tehát, hogyha ez teljesül, és a bemeneti eloszlás egyenletes, akkor garantáltan ez a legjobb döntési függvény, tehát ez a minimális távolságú dekódolás. Jó, tehát a bizonyos feltételek mellett ez a legjobb, ahogy említettem. Ugye a távolság az a bizonyos Hamming távolság a kódolásban nem mindig, de legtöbbször ezt a távolságot használjuk. Egyszerűen azt mérjük, hogy két szó hány helyen tér el egymástól. Most bizonyítható, hogy ez egy metrika, tehát egy távolság. Ugye a távolságfüggvénynek milyen tulajdonságai vannak, hogy nem negatív valós szám, akkor is csak akkor nulla, hogyha a két pont az azonos. Szimmetrikus, ugye teljesen mindegy, hogy az egyik ponttól a másik felé, a másik ponttól az egyik felé megyek, és a háromszög egyenlőtlenség teljesül. Hát ez a Hamming távolságon mindegyik teljesül, tehát akkor az valóban egy távolság. És akkor a kódnak a távolsága az pedig, hogy megnézzük a páronként különböző kódszavak távolságait, és annak a minimuma. Ez a kód távolsága, amelyik rendkívül fontos a kódolás elméletben, mert ez szabja meg, hogy hány hibát tudunk javítani. Minimális távolságú dekódolásra. Most a másik ilyen jellemző adat az a szavaknak a súlya, az egyszerűen, hogy hány nullától különböző karakter van a szóban. Lehetne a kódnak a súlyát is definiálni, szoktuk is, és lineáris kód esetében meg is egyezik a távolsága, de ez most nekünk nem kell, csak a szavaknak a súlya kell majd. És akkor, ahogy mondtam, ugye, hogyha a D a kód távolsága, akkor ez a bizonyos D-1/2 alsó, ugye alsó egész része, tehát ez ahogy csak alul van talpa annak a zárójelnek, ugye tehát a nála nem nagyobbak közül a legnagyobbat választjuk, egész számot, és akkor, hogyha a kódnak a távolsága D és a T, ez a D-1/2, akkor minden legfeljebb D-1 hibát jelezne. Ha D-1 hiba lépett fel, ugye két kódszó legalább D helyen tér el egymástól, ha D-1 vagy nem több hiba lép fel, akkor biztos, hogy nem kaphatunk kódszót. Tehát akkor az biztos, hogy valamilyen hiba történt. Tehát ilyen hibát, hogyha legfeljebb D-1 hiba van, az biztos, hogy jelez. Ebből nem következik, hogy több hibát nem tud jelezni, de az biztos, hogy van olyan D-hiba, amelyet nem fog jelezni. Miért? Mert van két olyan kódszó, amelyik pont D-távolságra van egymástól, ha az egyiket küldték és a másik érkezik, akkor pont D-hiba volt és azt nem jelzi. Tehát lesz olyan D-hiba, amelyiket nem jelez, viszont D-1-et az biztos jelez. A minimális távolságú dekódolásnál pedig, hogyha legfeljebb T-hiba van, akkor az biztos, hogy jól fogjuk javítani, ugye mert D távolságra vannak egymástól, a T az D-1-nél kevesebb, tehát az biztos, hogyha legfeljebb D-1/2 hiba van, akkor a ténylegesen elküldött kódszó lesz legközelebb a beérkezett szóhoz, és akkor jól fogunk dönteni. Most megint az a helyzet, hogy persze lehet, hogy ennél több hibát is tudunk javítani, elképzelhető, de az biztos, hogy lesz olyan T+1 hiba, amit nem fogunk tudni javítani. Megint az a helyzet, hogy hogyha a közepétől ugye egy féllel lejjebb vagyunk, de egyel több hiba van, akkor már másik szóhoz leszünk közelebb, és akkor arra fogunk dönteni. Tehát ebből kifolyólag ugye biztos, hogy lesz olyan T+1 hiba, amelyet vagy egyáltalán nem vesz észre, vagy pedig rosszul fog kijavítani. Tehát ez a kódnak a hibajavító képessége. Most ezt csak megemlítem, mert ugye kriptográfiával foglalkozik a társaság elsőben. Van a titokmegosztás, ugye amikor K ember együtt tud csak megfejteni valamit. Ott például van olyan titokmegosztás, amikor ugye polinomot használunk, véges testfeletti polinomot használunk, amelyik egy olyan jellegű, mint egy Reed-Solomon kód. Ott érdekes lehet, ugye K ember kell ahhoz, hogy a titkot megfejtsék, mi van akkor, ha néhány csal belőle. Most az a helyzet, hogy ha K-nál több ember van, tehát hogyha K+R ember van, és R ember csal, legfeljebb R ember csal, akkor vissza tudjuk állítani a hibakorlátozó kódolás segítségével. Jó, tehát ezt csak azért írtam föl, hogy tehát ennyi hibát, hogyha a 2R+R az kisebb, mint D, és R a törlődéses hiba, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy hol van a hiba, csak a hiba értékét nem tudjuk, az a törlődéses hiba. Tehát hogyha van ugye R darab olyan hibánk, amelyeknek a helyét tudjuk, csak magát a hibát nem, és van E olyan hiba, ahol a helyét sem tudjuk, meg magát az értékét sem, és akkor a 2R+R az kisebb, mint D, akkor azt ki tudjuk javítani. Mondom, tehát ez a titok megosztásnál érdekes lehet. Csak azért raktam ide bele. Most a hiba javítása általános esetben az két dolog, két módon lehetséges, tehát hogyha teljesen általánosan nézzük a dolgokat. Az egyik lehetőség az az, hogy minden egyes szóhoz tároljuk a döntési függvény értékét.
Hát hogy mi? Tehát magyarul a döntési függvényt tároljuk, magát az eredeti szót nem kell, azzal fogjuk indexelni a táblázatot. Ugye? Tehát beérkezik egy szó, azzal indexeltük a táblázatot, megnézzük, hogy a döntési függvénynek mi az eredménye. A másik lehetőség az az, hogy a kódszavakat tároljuk, viszont amikor beérkezett egy szó, akkor végig kell nyálazni az egész táblázatot, megkeresni, hogy melyik a legkisebb távolságra lévő tőle, és arra kell dönteni. Ugye ez a tipikus memória-futási időcsere arány trade-off, hogyha sok a memóriám, akkor tudok nagy táblázatokat tárolni, és akkor gyors lesz a dekódolás. Ha a memóriám kicsi, akkor nem tudom a nagy táblázatot tárolni, akkor csak a kicsi táblázatot tudom tárolni, viszont akkor hosszú a futási idő, mert akkor minden egyes alkalommal újra és újra meg kell keresni a megfelelő döntési függvény eredményét. Na most hát ez az általános eset. De hát ez egy nagyon macerás dolog. Az N értékében, ugye, hogyha Q szimbólumunk van, N hosszúság, akkor kódszak, akkor Q az N-ediken szó van összesen, tehát ez nem egy polinomiális futási idei dekódolási módszer. Igen? Tehát akkor ez nem jó módszer. A polinomiális idejű módszereket tekintjük elfogadhatónak, tehát ez nem elfogadható. Mit lehet csinálni? Hát azt lehet csinálni, hogy struktúrát viszünk a rendszerbe. Valamilyen algebrai struktúrát, és akkor annak a segítségével próbáljuk a memorial igényt is, meg a futási idő igényt is csökkenteni lehetőség szerint. Tehát akkor a lineáris kódokat fogjuk alkalmazni, ugye ez lesz a segítségünk. Tehát van egy véges test, a véges test fölött nézzük az n-dimenziós teret, tehát hogyha n-hosszúságú szavakat nézünk egy véges test fölött, akkor az tekinthető egy n-dimenziós térnek, ugye ez lesz a teljes tér. Tehát az a teljes tér, és ennek tekintjük egy alterét. Tehát ugye nem az összeset tekintjük, megint, hát ugye az összeset nem tekinthetjük, hanem csak egy részhalmazát, de egy olyan részhalmazát, amely maga is lineáris tér, vagyis a lineáris kombinációkat tartalmazza. Ugye? Tehát a konstans szorosát, meg az összeget tartalmazza. Most én a Q elemű testet FQ-val fogom jelölni, de hogyha valaki olvasgat szakirodalmat, akkor elég gyakran fog találkozni azzal a jelöléssel is, hogy GFQ. Itt azért egy pici mesét elmondok, hogy ez a Galois Field a GF jelölés. Ez a szerencsétlen Galois a matematika tanárszakosok, nem a matematikusok, hanem a matematika tanárszakosok állítólag azt kívánták, hogy bárcsak ez a Galois egy nappal hamarabb halt volna meg, mint ahogy meghalt. Ugye azt kell tudni a dologhoz, hogy ez egy... Hát a Galois foglalkozott azzal a kérdés, hogy mikor oldható meg, hogyan oldható meg egy ötöd vagy magasabb fokú egyenlet, mert arra már ugye nincs megoldó képlet, nem is létezhet. De a világon senki nem akarta elfogadni, hogy ő meg tudja ezeket a problémákat oldani, viszont ő Napóleon hívő volt, és ez sok embernek bökte a csörét, szóval összehozták egy fesleterkölcsű nőszeméllyel, szerencsétlen Galois belebolondult, és ezért aztán párbajozott, bár ne tette volna, és viszont utolsó este leírta az elméletét. Ha nem írta volna le, nem kellene a matematika szakos hallgatóknak most ezt megtanulni. Így viszont szegények kénytek megtanulni, ez egy nehéz, de gyönyörű szép elmélet, ez a Galois elmélet. Úgyhogy ez az ő története. Tehát persze nem ő nyert a párba, hogy mondanom sem kell természetesen. Jó, tehát én FQ-val fogom jelölni, mert kevesebbet kell. Tudni, hogy 20 éves volt körülbelül. Valamivel több volt, Ábel volt 20 éves, de ő azért nem, de nem sokkal több volt. Tehát nem sokkal több volt. Igen. Lett volna, igen, és hát az az érdekesség, hogy a mai világban ő valószínűleg sehol nem lenne, mert most a tudomány metria a legfontosabb, ugye, hogy kinek hány cikke van, milyen impact faktora van, és itt a mennyi hivatkozás van. Neki valószínűleg nem volt egy darab sem annak idején, tehát ő most nem igazán rúgna labdába. Jó, tehát FQ-val fogom jelölni, mert én a lusta emberek közé tartozom, és akkor ennek egy altere, tehát ahogy már mondtuk, ugye szögletes zárójelben ez egy NKDQ paraméterű kód, és akkor a kódszavaknak a száma az Q a K-adikon. Ja, tehát ennyi lesz. Összesen van Q ad N szó, és akkor Q ad K a kódszavaknak a száma. Ugye most jelen pillanatban, most már ugye nem kell a teljes kódolási táblázatot tárolnunk, hanem elegendő egy bázisát a kódnak, ugye tehát ez egy lineáris tér, a lineáris térnek van egy bázis, a K-dimenziós térnek van egy K-elemi bázisa, de ezek mindegyik ugye az n-hosszúságú szavaknak egy halmaza, tehát ezek n-hosszúságú szavak, ez a bázis, de k darab van belőle, ezek adják a bázisát, ezeknek a lineáris kombináció adja a kódot, ezt egy mátrixba tudjuk foglalni, k sora van, az egyes sorok adják a bázisát a mátrixnak, és akkor ugye, hogyha balról szorozzuk, akkor a soroknak a lineáris kombinációját kapjuk, az lesz, ahogy az elején néztük, a megfelelő kódszó. Jó, tehát akkor most elegendő a K-szor N méretű G-mátrixot tárolni, a generátor mátrixot.
Jó, és akkor tehát megbeszéltük, hogy az FQ-t K elemei az üzenetek, K hosszúságú szavak maguk az eredeti üzenetek, ugye, azok is a Q elemű test fölöttiek, és akkor ezzel megszorozva kapjuk a kód szót, amelyik pedig egy N hosszúságú kódszer lesz. Na most a kód maga adott, de a kódolás az függ attól, hogy melyik bázist választjuk. Ha egy másik bázist választunk, akkor a kód maga nem fog megváltozni, de az egyes üzeneteket másképp fogjuk leképezni a kódszavakba, tehát egy adott üzenetnek más lesz a megfelelő kódja. Tehát, hogyha változtatjuk a generátor mátrixot, akkor változik a kódolás, és hát bizonyos szempontból ezt használjuk majd ki. Na most lényeges a kódolás szempontjából az ortogonális tér. Ugye két vektor ortogonális, merőleges egymásra, hogyha a skalár szorzatuk nulla. Most a valós lineáris terekben ugye úgy néz ki a skalár szorzat, hogy egyszerűen, hogyha van a U meg a V vektor, akkor az U-i-szer V-i-ket, tehát az azonos indexű komponenseket összeszorozzuk és összeadjuk, ugye U-i-szer V-i. Valós térben egyetlen vektor van, amelyik önmagára merőleges, tehát amelyel a szorzat, a skalár szorzat a nulla, ez a null vektor. Viszont már a komplex térben sem ez a helyzet. Hogyha veszük például azt a komplex vektort, hogy az egyik komponens egy, a másik i, villamosmérnökök vannak, villamosmérnök hallgatók jelenek? Ugye ott j-vel szokták jelenni, de akkor most maradjunk abban, hogy i lesz a dolog. Jó, tehát ugye egy az egyik komponens, i a másik komponens a dologban, és az összes többi nulla, akkor hogyha ezt összeszorozzuk, akkor lesz, hogy egyszer egy, meg i-szer i, az mínusz egy, az nulla, plusz nullák lesznek, és akkor már is van egy olyan nem nulla vektorunk, amelyik saját magára ortogonális. Na de itt könnyen ki tudjuk bekkelni a dolgot, ravaszul, hogy az egyik vektort nem a másik vektorral szorozzuk, hanem annak a konjugáltjával, tehát mindenütt vesszük a megfelelő komponensnek a konjugáltját, és akkor ugye egy komplex számnak és a konjugáltjának a szorzata az a hosszának a négyzete, tehát az már egy nem negatív valós szám, és akkor is csak akkor nulla, hogyha maga a szám nulla, ott már ilyen baj nincs. Az a baj, hogy véges test fölött ilyen trükköt nem tudunk csinálni, tehát nem lehet kitalálni semmi a jó módszert, amelyel el tudnánk kerülni, hogy ne legyenek nem nulla vektorok, amelyeknek az önmagával vett skalár szorzatuk nulla, úgyhogy lemondunk róla. Tudomásul vesszük, hogy a véges testek fölött nem igaz az a dolog, hogyha vesszük a alteret, meg vesszük az ortogonális alteret, amely azokat és csak azokat a vektorokat tartalmazza, amelyek merőlegesek az eredeti tér minden vektorára. Ugye ez az ortogonális altér. Ez a normális esetben olyan, hogy csak a null vektor a közös része, véges testek esetében nem ez a helyzet. Sőt, sok olyan altér van, kódoknál ezeket szeretjük is sokszor használni, ahol az altér olyan, hogy az ortogonális altér az önmaga. Tehát azt jelenti, hogy minden vektorára, tehát önmagára is merőleges lesz. Szóval ilyen furcsaságok vannak a véges testek esetében, viszont nagyon fontos ez az ortogonális altér. Ez egy N-K dimenziós tér, tehát a szerencsére nem romlik el, mert az az eredetiben is úgy van, tehát a valós térben, komplex térben is, hogy a K dimenziós altérnek a ortogonális altere az egy N-K dimenziós tér, ez megmarad, hál' Istennek. Tehát ez a jó tulajdonság megmarad. És akkor ennek is választunk egy bázist, és akkor ugyanúgy ugye a sorvektorok lesznek a bázisok, és akkor kapunk egy N-K-szor N méretű mátrixot, ez lesz az ellenőrző mátrix, mert hogy az a jó tulajdonsága van ennek, hogy az N-dimenziós térnek egy szava akkor és csak akkor kódszó, hogyha ezzel a H-val megszorozva nullát kapunk. Tehát ezért jó az ellenőrző mátrix. Csak most ugye az a ravasság van, hogy a kódolásnál ugye balról szoroztunk a sorvektorral a generátor mátrixot, most viszont ezt a H-mátrixot jobbról szorozzuk egy oszlopvektorral. Ez a szokás a kódolás elméletben. Lehetne másképp is csinálni, de ez a szokás, így szokták általában csinálni a dolgokat. Jó, tehát akkor most nagyon könnyű ellenőrizni, hogy a beérkezett szó hibátlan-e vagy hibás, megszorozzuk a H-mátrixot, ha nullát kapunk, akkor nem történt hiba. Pontosabban szólva úgy véljük, hogy nem történt hiba, de megint lehet, hogy egy úgy hibásodott meg, hogy egy másik kódszó érkezett be természetesen, és akkor nem javítunk, mert feltételezhetjük, hogy nem volt hiba. Ha viszont nem nulla, akkor biztosak lehetünk benne, hogy történt valami hiba. Most a G és a H meghatározzák bizonyos mértékig egymást. Tehát elegendő az egyiket ismerni, hogyha van mondjuk a H, mindegy, hogy melyikből indulunk ki, mondjuk a H mátrixot, mivel annak a sorai lineárisan függetlenek, ugye bázis vektorok, tehát lineárisan függetlenek, akkor van N-K sor, akkor az oszlopok között is van N-K lineárisan független oszlop, és akkor megfelelően például a Gauss eliminációval, vagy bárhogy, véve a soroknak a lineáris kombinációját elérhetjük, hogy ez a bizonyos N-K oszlop egy egységmátrixot alkosson. Tehát biztos, hogy át lehet úgy alakítani ezt a mátrixot,
hogy legyen N-K olyan oszlopa, amelyik egy egységmátrix, és akkor ezt egy permutációs mátrixszal megszorozva meg tudjuk csinálni, hogy olyan alakú legyen a H-veszős mátrix, hogy elől van egy egységmátrix, egy N-K rendű egységmátrix, és aztán mellette van a paritás része, tehát a többi része. Na most, ha ilyen alakú a H-mátrix, akkor a hozzátartozó G-veszős mátrix az úgy néz ki, hogy ugye itt a bal oldalon volt most az egységmátrix, akkor annak a jobb oldalán lesz egy egységmátrix, és a paritás résznek venni kell a transponáltjának a mínusz egyszeresét, és az lesz a másik része. Tehát, hogyha megvan a H-mátrix, abból nagyon könnyen megkapjuk ezt a G-veszős mátrixot, és akkor a permutációs mátrixsal visszacsináljuk a dolgot, és akkor megkapjuk a megfelelő G-mátrixot. Ugyanígy, hogyha a G-mátrix adott, abból pedig a H-mátrixot tudjuk pontosan ugyanígy előállítani. Jó, tehát az egyiknek az ismerete, az megszabja a másikat is. Na, tehát akkor a H-mátrix ellenőrző mátrix ugye arra szolgál, hogy észrevegyük, hogy volt-e hiba vagy nem. Ha nulla, akkor nem volt hiba, szorzat nulla, akkor nem volt hiba. De ennél többet tud, ugye, mert nem csak az van, hogy H szor V egyenlő nulla, hanem a H szor V akármi. Hát az egy N-K dimenziós vektor lehet. És akkor ez a bizonyos H szor V, ez az S vektor, ez egy N-K dimenziós vektor a QLM-i testről, ez a szindróma. Ugye a szindróma az a tünet együttes. De nézzük az étszet, ugye ott is az Acquired Immune Deficiency Syndrome, tehát szindróma, hát több betegségnek ugyanaz a tünete. Ugye végül ezt lehet mondani. Az a szindróma. Most arról van szó, hogy több különböző olyan szó van, mégpedig Q a K-adikon olyan különböző szó van, amelyik ugyanazt a szindrómát állítja elő. Tehát az magyarul azt jelenti, hogy a szindrómából tudunk bizonyos mértékig következtetni arról, hogy mi lehetett a hiba, de csak egy Q-át K faktor erejéig, mert Q-át K darabszónak ugyanaz a szindrómája, és ezek közül eldönthetjük, hogy mi melyiket tekintjük tényleges hibának. Az összes többi, az pedig megy a kukába, hogyha ugye az ember úgy akarja kifejezni magát. Jó, tehát akkor ez lesz a szindróma, ami nagyon fontos lesz megint a dekódolásnál. Hozzátartozik a dologhoz, hogy két vektornak akkor és csak akkor ugyanaz a szindrómája, hogyha a különbségű kód szó. Ebből következően, hogyha a szindrómához választunk egy vektort, hogy ezt tekintjük hiba vektornak, akkor az összes többit úgy kapjuk meg, hogy ez a vektorhoz hozzáadjuk a kódszavakat. És azoknak és csak azoknak lesz ugyanaz a szindrómája. Jó, tehát akkor az azt jelenti, hogy most akkor van Q át K darab vektorunk, amelyiknek ugyanaz a szindrómája, és ezek közül kiválasztunk egyet, azt fogjuk javítandó hiba mintának tekinteni, és akkor egyszerűen annyiból fog állni a javítás, hogy a vett szóból kivonjuk ezt a javítható hiba mintát. Jó, na most milyen szót válasszunk javítható hiba mintának? Hát a legkisebb súlyút. Ugye akkor kapunk minimális távolságú dekódolást. Tehát vannak azok a szavak, amelyeknek ugyanaz a szindrómája, és ezek közül ki kell választani a minimális súlyút, vagy egy minimális súlyút, és akkor az lesz a javítható hiba minta. És akkor így fogunk dekódolni, ezt hívjuk szindróma dekódolásnak, ezt a javítható hiba mintát szokás mellékosztályvezetőnek is nevezni, tehát nagyon sok helyen így lehet találkozni vele, hogy mellékosztályvezető. Na most ezzel azért nem vagyunk kinn a vízből, ugye mert most majdnem ugyanaz, mint az eredeti probléma, kicsit kevesebb munkánk van. Eredetileg ugye az azt jelentette, hogy az összes lehetséges QADN szóból kellett kiválasztani egy legközelebbit, most minden egyes szindrómához QAD K elemből kell kiválasztani egy minimális súlyút. Tehát ez sem sokkal jobb azért, hogyha semmit nem tudunk a kódról, tehát hogyha egy teljesen általános ilyen lineáris kódunk van, és úgy akarunk dekódolni, hogy egyszerűen vesszük, hát minden egyes mellékosztályból kiválasztjuk a legkisebb súlyt, tehát egy mellékosztályvezetőt, akkor ez sem egyszerű feladat. Ugye be lehet bizonyítani, be is bizonyították, többek között McAllis volt az egyik, aki bizonyította, hogy ha teljesen általános lineáris kódunk van, tehát semmi egyéb belső struktúrája nincs a dolognak, csak ismerjük a generátor mátrixát, meg az ellenőrző mátrixát, akkor a szindróma dekódolás az egy NP-teljes feladat, ugye az NP-teljes feladatok, amelyek nem oldhatóak meg polinomiális időben, és a legnehezebb problémák a nem polinomiális időben megoldható problémák közül, ugye mert hogyha van egy akármilyen NP-osztálybeli feladatunk, akkor visszavezethető. Elnézést, hogyha olyanokat mondok, amelyek teljesen, akkor szóljanak. Ez ismert az NP probléma? Hát ez kell, hogy ismerőt legyen a kriptográfiában. Jó? Tehát nem akarok olyanokat mondani, nem ismert. Tehát az jutották be, hogy ez egy NP teljes probléma. És hát akkor ez a legnehezebb problémáknak az egyike. Tehát mondom, önmagában véve ez még nem jelent semmit. Itt az elején szó volt róla, olyan kódot kell választani, amelyiknek valamilyen más egyéb
belső struktúra miatt egyszerű a dekódolása, mert így nem jutunk azért messzire. Viszont ezt ki fogjuk használni, ezt a tulajdonságot. Jó, tehát akkor ugye lesznek olyan lineáris kódok, például ilyen a goppa kód, amelyiknek van jó dekódolási struktúrája. Tehát akkor nézzük ezeket a goppa kódokat. A goppa kódról azt kell tudni, hogy ez egy algebrai geometriai kód. Algebrai geometriához annyit fűzök hozzá, hogy mindenki tanult algebrai geometriát a középiskolában, mert ez a koordináta geometria lényegében véve. Ugye algebrai geometria, amikor egy ellipszisnek vagy a körnek megadjuk az egyenletét, tehát az a lényeg, hogy valamilyen algebrai kifejezéssel definiálunk alakzatokat síkban, térben, n-dimenziós térben, ugye ez az algebrai geometria. És ez a goppa kód, ez egy algebrai geometriai kód, sőt ő volt az első algebrai geometriai kód, goppa találta ki ezt a kódot, és majd látni fogjuk, hogy az algebrai geometriai kódoknak van egy nagyon fontos tulajdonsága, amelyik bizonyos szempontból kiemeli őket a többi közül, de hát viszont elég bonyolultak, ezért aztán annyira nem általánosak, viszont a goppa kód az igen. Az azért használatos, bár nem annyira, mint sok más kód. Na szóval nézzük akkor a goppa kódot, hogy hogyan is épül fel ez a goppa kód. Véges test feletti, tehát ugye a véges test, majd akkor nézzük a véges testeket is, a véges testnek az elemszáma az mindig valamilyen prímszámnak egy hatványa, egy pozitív egészkitevős hatványa. Tehát akkor kell választanunk egy prímszámot, kell választanunk egy pozitív egészszámot, egy S-t, és akkor a Q, ennek a P-nek az S-edik hatványa lesz, és akkor van egy Q elemű, kell választanunk egy Q elemű testet, egy FQ testet, meg kell konstruálnunk. Aztán van egy M, meg egy R pozitív egészszámunk, és akkor nézzük a quad m elemű testet, de úgy, hogy az a quad m ez legyen nagyobb, mint az n, ugye, tehát van egy n pozitív egész számunk is. Tehát a quad m elemű test fölötti lesz a goppa kód. Ez kellemetlen, mert az azt jelenti, hogy biztos, hogy nem lehet prim maga a test, ugye, mert már biztos, hogy valamilyen hatvány kell, tehát nem lehet prim szám elemű a test. És akkor ebből a q az m-ediken elemű testből választunk ki n darab páronként különböző elemet. Tehát az a lényeg, hogy páronként különbözőek legyenek. Ugye ott az alfával jelöltem a dolgot, két vonal között az azt jelenti, hogy az alfának az elemszáma, tehát ennek a halmaznak az elemszáma n, az jelenti azt, hogy páronként különbözőek. Ugye, mert rendet választottunk, és n az elemszám, akkor az páronként különböző. És akkor kell keresni a quad m elemű test fölött egy g-polinomot. Mégpedig egy r-et fokú g-polinomot, és egy olyan g-polinomot, amelynek az alfaik egyike sem gyöke. Tehát egy olyan g-polinomot kell választani, hogy r-et fokú a quad m elemű test fölött, és az előbb kiválasztott alfaik egyike sem gyöke ennek a polinomnak. Na most, hogyha az alfaik egyike sem gyöke ennek a polinomnak, akkor ez a g-polinom, meg az x-alfai polinom, azok relatív prímek. Vagyis a legnagyobb közös osztójuk, az csak a konstans polinom, egy nem nulla konstans polinom. E-vel szoktam jelölni az egységelemet, egy helyett E-t szoktam írni, mert általános testek esetében ugye így néz ki a dolog. És akkor, hát ugye van az euklidészi algoritmus például, tehát az a lényege, hogy ha ők relatív prímek, akkor a legnagyobb közös osztó, tehát a bizonyos E-t, azt föl lehet írni, ugye adott tehát az x-alfai polinom, meg adott a g-polinom, és a legnagyobb közös osztójukat, az E-t, azt föl tudjuk írni a lineáris kombinációjukként, tehát egy olyan kombinációként, ahol az együtthatók maguk is polinomok. Az x-alfainek az együtthatója az valami g-i polinom lesz, a g-nek pedig valamilyen t-i polinom, az nem izgat különösebben minket a t-i, de ez a g-i, ez igen. És ráadásul, ugye az euklidészi algoritmus biztosítja azt a dolgot, hogy a g-nek a foka az kisebb, mint a g-nek a foka, a t-nek a foka az pedig kisebb, mint az x-alfainek a foka, az, tehát egy konstans polinom lesz, de hát mondom, az a lényeg, hogy a g-nek a foka az kisebb, mint a g-nek a foka. És akkor maga a kód, mert ugye a kódot akarjuk csinálni, tehát ennyi az előkészület, hogy kellett választani ezt a polinomot, meg kellett választani az alfaiket, és akkor kiszámoljuk ezeket a g-i polinomokat, és akkor a kódot úgy csináljuk, hogy a q elemű testből választunk n hosszúságú szavakat, tehát q az n-edik, ennek választjuk az elemeit, megszorozzuk ezeket a g-i polinomokat a c-nek a komponenseivel, tehát veszük a c-iszer g-iknek az összegét, és azokat a c-ket tekintjük kódszavaknak, amelyeknél ez az összeg osztható a g-polinommal. Az a függőleges vonal, az az oszthatóságot jelöli. Tehát az azt jelenti, hogy a g osztója ennek a lineáris kombinációnak. Tehát az összes lehetséges c vektorból
azokat választjuk, amelyeknél ez a bizonyos szummászor CIGI osztható a GI polinommal, és akkor ez lesz a goppa kód. Tehát ezek alkotják a goppa kódot. Most a GI polinomokat viszonylag könnyű generálni, nem nehezek. Hát így néz ki, ott föl van írva, hogy tehát a G-ből kivonjuk a G-nek az alfa i helyen vett értékét, elveszük az x-alfa i-vel, és ezt megszorozzuk a G alfa i helyen vett értékének az inverzével. Könnyen be lehet látni, hogy ez a G-i. Tessék? Arra volt szó, hogy az összes G-i az kisebb fokú. Így van. Akkor a lineáris kongruenciák is kisebb fokú, nem? Igen. Akkor a az azt jelenti, hogy nulla lesz. Így van. Csak nem ebben a formában szokták felírni. Valahol azt hiszem, majd fölírom, tehát általában abban a formában szokták felírni a dolgot, hogy C per x minusz alfa i-nek az összege, de az x minusz alfa i, ugye az 1 per x minusz alfa i, az éppen ez a GI, tehát a GI az az inverze az x minusz alfa i-nek, és így jobban néz ki, mint hogyha azt írtam volna, hogy C per x minusz alfa i, és akkor kevésbé látszott volna a dolog, hogy a G mikor osztója neki, de nagyon jó az észrevétel, tehát a G az osztója kell, hogy legyen neki. Így van. Hát a H-vel fogjuk majd rövidíteni ezt a bizonyos mínusz G alfa i a mínusz egyediket. Én egy kalapot tettem rá, ezt szinte sehol nem fogják látni. Én azért használom ezt a kalapot a G fölött, mert a véges testek fölött a polinom és a hozzátartozó függvény, ugye behelyettesítgetünk az alkotja a függvényt, az nem ugyanaz. Ugye a végtelen test fölött az egyértelműen meghatározzák egymást, de a véges test fölött végtelen sok olyan polinom van, amelyik ugyanazt a függvényt adja. És emiatt aztán én szeretem megkülönböztetni a függvényt magától a polinomtól, és akkor kalap jelöli a függvényt. Jó, de mondom, ez nem szokás, csak én. Tehát ez csak egy rövidítés, hogy hogy jelöljük, egy gammával szokás leggyakrabban, ugye megadjuk a Q-t, az M-et, a G-t és az alfát, röviden pedig hát csak a G-t meg az alfát adjuk meg. A G pedig ugye a fokszáma, tehát akkor ismerjük az R-et is, tehát megvan az R értéke is. Most a dekódoláshoz egy R-szeren méretű H-mátrixot használunk, tehát ez az R-mátrix, arra kell, ez a H-mátrix most jelen pillanatban, majd ügyelni kell rá, ott van, az elemei H-jészer alfa i az i-ediken, ez a Q az M-ediken elemű test fölötti mátrix. Na most az a baj, hogy a Q elemű test fölötti a kód, hogyha a kódunk a Q elemű test fölötti, akkor a generátor mátrix is a Q elemű test fölötti kell, hogy legyen, tehát olyan mátrix kell, amelyiknek minden eleme a Q elemű testben van, meg az ellenőrző mátrix is olyan kellene, hogy legyen, azt nevezzük ellenőrző mátrixnek, amelyik szintén a Q elemű test fölötti mátrix, tehát minden eleme a Q elemű test fölött van. Ez nem olyan. Hát az alfák azok a Q ad M elemű testből vannak. Tehát ez nem olyan, semmiképpen, meg hát az a H is, ugye az a polinomnak egy helyettesítési értéke, tehát az is a Q ad M elemű testben van benne általában, hanem ezt majd cselesen visszavezetjük egy másik mátrixra. Viszont, ami a lényeges, hogy ennek a H mátrixnak ugye R sora van, mert a G polinom az R-et fokú volt, és akkor ez egy R sorú mátrix lesz. Ennek a mátrixnak bármely R oszlopa az lineárisan független. És hogyha bármely R-oszlopa lineárisan független, ugye azért, mert hogyha kiválasztjuk akármelyik R-oszlopát, és nézzük annak a determinánsát, akkor ez egy R-szer R méretű részmátrix, nézzük a determinánsát, a H-ik azok kiemelhetőek, ugye minden oszlopból kiemeljük a H-it, azok nem nullák, tehát a determináns értéke akkor is csak akkor lenne nulla, hogyha a kiemelés után kapott determináns is nulla. Viszont az egy Vandermond típusú determináns. Ugye ezt műegyetemen is tanítják általában, tehát a Vandermond típusú nagyjából ismert lehet. És a Vandermond típusú determináns az meg akkor is csak akkor nulla, hogyha van legalább két azonos generáló eleme. Mivel itt különbözőek az elemek, ebből kifolyólag kapjuk, hogy itt bármelyik K-oszlop akkor lineárisan független lesz. És ebből pedig adódik, hogy a kódnak a távolsága legalább R plusz 1. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonság a goppa kódnak, hogy eleve úgy tudunk konstruálni egy kódot, hogy azt tudjuk, hogy a távolsága minimum mekkora lesz. Ez fontos dolog. Ilyen kódok persze mások is vannak, a BCH kódok, a Bose-Chaudhuri Hokwengen kódok, ennek egy speciális esete a Reed-Solomon kód, azoknál is tudjuk előre. Ugye a Reed-Solomon kód az szinte minden embernek minden nap van a kezében. Ugye tudják, hogy a Reed-Solomon kód az ember kezében van? Az ember kézbe vesz egy CD-t vagy egy DVD-t, azon Reed-Solomon kódnak egy bővített változatával védik az adatokat. Tehát az a legáltalánosabban ismert és használt kód a Reed-Solomon kód, mert az rajta van a CD-n és a DVD-n. Tehát azoknál is olyan, hogy előre tudjuk, hogy mennyi, de ottan vannak egyéb olyan dolgok, amikben a goppa kód jobb.
mégis ritkábban használják, mert nehezebb azért, sokkal nehezebb a kódolása azért, meg a dekódolása. Tehát tudjuk a távolságát ennek a kódnak, és akkor viszont meg akarjuk alkotni azt a mátrixot, amelyik szintén ellenőrző mátrixa a kódnak, sőt az ellenőrző mátrixa, tehát olyan kell, hogy minden eleme a Q elemű test fölött legyen. Na most ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy a Q-ad M elemű test az a Q elemű test fölötti lineáris tér. Majd látni fogjuk, amikor a véges testeket nézegetjük, hogy ha van egy, mondjuk nagyon egyszerű, van a valós számok teste, meg a komplex számok teste. Minden komplex szám, ugye A plusz B szer I felirat, hogy A szor 1 plusz B szer I, az egy kétdimenziós vektortér, a bázisnak a két eleme az 1 meg az I. Tehát az egy kétdimenziós tér a valós számok teste fölött. Most a Q-ad M elemű test az egy M-dimenziós tér a Q elemű test fölött. Ha egy M-dimenziós tér a Q elemű test fölött, akkor van neki egy M elemű bázisa. És akkor az azt jelenti, hogy ugye a Q-ad M elemű testnek minden egyes elemét föl tudjuk írni úgy, hogy ennek a bázisnak az elemeit szorozzuk a Q elemű testbeli elemekkel. Na, akkor ezt használjuk ki, tehát azt csináljuk, hogy ugye a bázis, az a ugye, tehát az egy M méretű vektor, tehát ez egy M méretű vektor, és magának a bázis vektornak a komponensei is a Q elemű testben vannak benne. Tehát ezek a bázis vektorok akkor egy M méretű vektorok lesznek, minden eleme a Q elemű testből van. És akkor a H mátrixban minden egyes elem helyére beírjuk ezt a vektor. Tehát itt volt egy elem, amelyik a Q elemű testnek egy eleme, és ennek az elemnek a helyére beírjuk ezt az oszlop vektort. És akkor most már minden elem a Q elemű testből van. Csak hogy az R sor helyett most már M szer R sorunk lesz. Ugye? Tehát akkor most lesz egy M szer R sorból álló, N oszlopból álló mátrixunk, ez a H mátrix. Tehát ez az ellenőrző mátrixa lenne a kódnak, de még mindig nem az, mert ennek a sorai nem feltétlenül lineárisan függetlenek egymástól, sőt általában nem lineárisan függetlenek egymástól, még kevésbé lineárisan függetlenek a Q elemű test fölött. Tehát akkor ennek a mátrixnek a soraiból ki kell választani egy maximális, lineárisan független sorokból álló részrendszert, és az lesz a kódnak az ellenőrző mátrixa. És akkor, ha megvan a kódnak az ellenőrző mátrixa, akkor meg tudjuk alkotni a kódnak a generátor mátrixát, hogy az elején néztük. Na szóval, tehát akkor a goppa kódot hogy is csináltuk, ezek szerint ugye kellett választani egy testet, kellett választani a test fölött egy R-et fokú polinomot, a test bővítése fölött, tehát a Q-ad M elemű test fölött kellett választani egy G-polinomot, kellett választani páronként különböző elemeket, megalkottuk ezt a H-mátrixot, és akkor a H-mátrixból csináltuk ezt a H-hullámos vonallal, tehát ezt a H-tilde mátrixot, abból pedig csináljuk a H-vesző mátrixot, ugye kiválasztottuk a páronként lineárisan független sorokat, és ez lesz az ellenőrző mátrix. És akkor ebből meg tudjuk csinálni a G-mátrixot. Na most az a baj, hogy sajnos, hogy mennyi lesz így a kapott kódnak a dimenziója, azt nem tudjuk előre. Tehát azt nem tudjuk előre meghatározni, csak annyit lehet meghatározni, hogy ugye most mielőtt a lineárisan függő sorokat kitöröltük volna, azelőtt volt összesen M szer R sorunk. Hogyha a ellenőrző mátrixnak van M szer R sora, és N az oszlopok száma, akkor a generátor mátrixnak N-M szer R sora van. Akkor az egy N-M szer R dimenziós mátrix. De hát ugye vannak lineárisan függő sorok, az azt jelenti, hogy ugye N-M szer R a legkisebb érték, amennyi lehet a dimenziója a kódnak, a legnagyobb pedig, hát ugye eredetileg volt R sorunk, akkor R lineárisan független oszlop volt az eredeti mátrixban, tehát a H-ban, akkor annyi lineárisan független oszlop biztos, hogy lesz ebben a H-veszős mátrix, H-hullám mátrixban is, és akkor annyi lineárisan független sora is biztos, hogy lesz. Tehát a legrosszabb esetben csak R darab sor marad, bocsánat, talán az a legjobb? Hát nem tudom, honnan nézzük. Tehát az egyik esetben ugye csak R darab sor marad, a másik szélső esetben megmarad mind az M szer R sor, és innen kapjuk a két szélső értéket. Ugye? Hogy tehát a tényleges kódunknak a dimenziója az legalább N-M szer R, és legfeljebb N-R. És akkor megvan a goppa kódunk. Na most tehát ezt a goppa kódot fogjuk használni, mert a goppa kód az könnyen dekódolható. Többfajta dekódolási módszer van,
Én ezek közül majd egyet fogok ismertetni. Ki a fene gondolná, hogy a 2000 évvel ezelőtt megalkotott euklidészi algoritmus jó például a Goppa kód dekódolására. Hát Euklidész nem gondolt rá nagy valószínűséggel. Hogy ki gondolta, azt nem tudom, de okos ember volt, hogy észrevette. Tehát az a lényeg, hogy euklidészi algoritmussal lehet. Vannak mások is, van egy Peterson algoritmus, és a Berlekamp algoritmus is jó, az sem rossz, de én a euklidészi algoritmust fogom majd ismertetni. Hogy... Igen, ő. Jó, tehát akkor a dekódolás úgy történik, hogy feltesszük, hogy a hibák szám, ugye tehát a kódnak a távolsága legalább R plusz 1. Akkor ugye D, hogyha R plusz 1, akkor D minusz 1 per 2. Ugye arról volt szó, hogy annyi a minimális távolságú dekódolással javítható hibáknak a száma, akkor R plusz 1 minusz 1 az R per 2, tehát akkor maximum ennyi hibát tudunk biztosan javítani. Tehát ez biztosan tudja javítani a kód, és ne is várjuk azt, hogy többet fog javítani. Tehát ennyit akarunk javítani. Most van egy olyan hibavektorunk akkor, amelyiknek legfeljebb T0 darab nullától különböző komponense van, tehát ugye a hiba komponensek száma az legfeljebb T0. A vevével jelöljük a súlyát, ugye a V-ből, tehát az epsilon a hibavektor, és a V itt a súlya, legalább egy, felteszük, hogy van legalább egy hiba, és legfeljebb T0 számú hiba van. A hibák helyeinek a halmazát jelöltük ebben a nagy J-vel, a hibás pozíciók indexeinek a halmaza, nem ismerjük, ezt kellene megismernünk, ugye? Tehát beérkezik ez az epsilon hiba vektorral megáldott szó, és akkor meg kellene határozni, hogy hol vannak a hibák, tehát ezt a J-index halmazt kellene meghatározni, és akkor meg kellene határozni még a hiba értékeket, azok pedig az epsilon J értékek. Ahol hiba van, ugye ott a megfelelő komponensek értéke. Tehát ezeket kellene meghatározni. Most bevezetünk két jelölést. Ugye a hibás helyekhez tartozó alfa i-k, tehát azok az alfa j-ik, azokat jelöljük, vagy hát alfa j, azt jelölöm xi-vel, és az azon pozíción lévő hiba értékét jelöljük yi-vel. Ez a szokásos, legtöbbször is szokták jelölni. És akkor ha ismernénk az xi-t, akkor ismerjük a hiba helyeket, meg ha ismerjük az yi-ket, akkor ismerjük a hiba értékét, és akkor ki tudjuk javítani a kódot. Csak hát persze nem ismerjük, ugye mit ismerünk, beérkezik, elküldtek egy V-kód szót, és megérkezik valami V-veszős. És mi csak azt látjuk, ugye ezt a V-veszős látjuk, és ebből kellene megállapítani az X-it és az Y-it. Ha ezeket meg tudjuk határozni, akkor nyert ügyünk van. Na hát szóval most, hogy hogyan fogjuk csinálni a dolgokat, egy kevés matematika lesz, hogy egy kicsike, nem sok. De hát ezt kell csinálni végül is, hogyha valaki most ugye arról volt szó, hogy bit szinten akarnak itt a jelenlévők ugye ilyeneket csinálni, hát ezeket kell majd megvalósítani, ugye, tehát muszáj, sajnos. Bocsánat csak. Jó, tehát azért röviden megpróbálom úgy nagyjából vázolni, hogy miről van szó. De beérkezik a V-veszős, ugye tehát a V-veszős, egyszerűen csak V-vel jelöltem akkor, tehát, nem is, tehát a V a vegyszó, tehát nem is V-vesző, a V. A V az tehát volt egy elküldött szó, és plusz hozzáadódott az epsilon. Ugye, tehát az elküldött kódszó plusz az epsilon, ez a V. De azt tudjuk, hogy a H-nak és az elküldött kódszónak a szorzata az nulla. Hát mert ugye azok a kódszavak, amelyeknek a H-val vett szorzata nulla. Most, hogyha ugye a elküldött kódszó, mondjuk most akkor azt jelöljük V-veszővel, tehát a kódszó V-veszős plusz epsilon ez érkezik meg, ha ezt megszorozzuk H-val, akkor H-szor V-veszős az nulla, és mi marad meg a H-szor epsilon. Tehát a szindróma az csak a hibavektortól függ, de mi persze nem ismerjük a hibavektort, mi a beérkezett V-szót ismerjük, azzal szorozzuk meg a H-t, de az ugyanaz, mintha a hibavektorral szoroztuk volna meg ezt a H-t. És akkor megvan a szindrómánk, ennek a komponensei, ugye, tehát az mekkora a szindróma, ugye, tehát most a H mátrixunk az egy R sorból álló mátrix, tehát akkor a szindróma az egy R-dimenziós vektor jelen pillanatban, ott vannak a komponensei, és akkor úgy néznek ki, hogy a H mátrixot szorozzuk ezzel az epsilon vektorral, ugye a H i-edik sorát szorozzuk az epsilon vektorral, akkor az azonos indexű pozíción lévő helyeket kell összeszorozni és összeadni, tehát HI J-szer epsilon J, ez lesz a szindrómának az I-indexi komponense, ugye, tehát ott van. Na de csak azok a komponensek érdekesek, ahol nullától különböző, mert a többi helyen nulla, ugye, tehát ahol az epsilon J értéke nulla, ott nullát kapunk a szorzatból, hogy hol nem nulla, azt az J halmaz tartalmaz, amit nem ismerünk, de ugye a J-halmazban lennének azok az indexek, ahol a nullától különböző komponensei vannak a hibavektornak, tehát akkor
ha tudnám, akkor elegendő lenne azokra az indexekre összegezni, ugye, akkor az úgy néz ki, hogy akkor csak ezekre összegezünk, hogyha T számú hibánk van, mert föltettük, hogy T számú hibánk van, akkor ugye nullától T-1-ig kell összegezni, és akkor behelyettesítettük, hogy a HIJ, ugye ott mi is szerepelt, az a mínusz G az alfa I helyen a mínusz egyediken, de azt jelöltük a kis HIJ-vel, hogyha visszaemlékeznek rá, hát vissza tudunk menni persze, aztán majd visszajövünk ide. Ugye tehát az a kis HIJ, ottan a... Ugye azt jelöltük ezt a mínusz G alfa I a mínusz egyediken, tehát az volt ez a HI, tehát az volt, és akkor a mátrixban pedig, ugye a H-mátrixban, a J-edik oszlopban a HI és az alfa I az I-ediken szerepelt, ugye, tehát ezek vannak benne. És akkor ugye az alfa J-t jelöltük, tehát a hibás helyeken tartozó dolgokat jelöltük a X-szel, ugye az volt a nagy X, ugye, hogyha visszamegyünk egyen. Ugye, tehát a J-i indexhez tartozó, mert a J-i az egyik hibás hely, ugye a J-i indexhez tartozó alfa J-it jelöltük XI-vel, és a J-i indexhez tartozó hiba értéket jelöltük YI-vel, nagy YI-vel, tehát ezek szerepelnek itt. Ugye, tehát az alfa J-nek kell venni az I-edik hatványát az I-edik sorban, azért van ott az XL-nek, a szemelbetű van ott, az XL-nek az I-edik hatványa, meg van szorozva az YL-lel, és hát benne van még ez a bizonyos HIL. Na most csinálunk két polinomot. Csinálunk két polinomot olyan adatokkal, amelyeket nem ismerünk. De feltesszük, hogy ismerjük őket. A szindrómát azt persze ugye ismerjük. Ezt a szigma polinomot úgy csináljuk, hogy ezek az x-ik, ugye nagy x-ik, amelyeket meg akarunk határozni, azokkal szorozzuk az x határozatlant, L-x-x az egy elsőfokú polinom, ezeket szorozzuk össze. Tehát ezeket összeszorozzuk, ez lesz egy szigma polinom. Ha a szigma polinomot meg tudjuk határozni, és meg fogjuk tudni határozni, akkor annak a gyökei megadják az x-iket, a nagy x-iket, és akkor megvannak a hibahelyek. Most ez a polinom láthatóan egy T-1 fokú polinom, mert T darab első fokú polinomot szorzunk össze, és láthatóan a nulla helyen az E-t kapjuk, mert a X helyére nullát helyettünk, akkor mindenütt E van, E-szer, ugye az az együnk, az E az egy. Akkor egyet kapunk mindenhol, tehát a nulla helyen az értéke E, és akkor és csak akkor nulla ennek a polinomnak a helyettesítési értéke, hogyha az X helyére valamelyik ilyen X-i inverzét helyettesítjük. Hát mert akkor kapunk ott egyet, ugye? Tehát ezek és csak ezek lesznek a gyökei ennek a polinomnak. Tehát ez a szigma. Ezt a polinomot úgy hívjuk, hogy ez a hiba hely polinom, hát a hibák helyeit fogja megadni. Igen? Tehát ez az error locator polinom jel. És akkor definiálunk majdnem ugyanilyen polinomot, ezeket a szigma i-ket, vagy szigma el, teljesen mindegy, ez abban különbözik, hogy egyetlen egyet kihagyunk belőle. Tehát minden egyes ilyen L-XL-szer X-hez tartozik egy-egy ilyen szigma polinom, hogy egyet kihagytunk belőle, és az összes többinek veszük a szorzatát. És akkor ebből csináljuk a hiba érték polinomot, azt az omega polinomot. Hát ott van szépen, ugye benne vannak a HJ-ik, benne van az YL, a hiba értéke, ugye, tehát az a hiba értéke, és ezek a szigmai polinomok. Na most a szigma i-kről azt kell tudni, hogy egy szigma i-nek minden x-i a gyöke kivéve a saját indexihez tartozott, mert azt kihagytuk belőle, ugye azt az egyet hagytuk ki. Tehát azok mindegyike gyöke neki, azt az egyet leszámítva, és ezen kívül, ugye ebben a polinomban, tehát a szigma i-nek akkor tudjuk a gyökeit, a y-i nem nulla, a hi-ik azok nem nullák, tehát ez majd kell a dekódoláshoz, és akkor így, hogyha behelyettesítünk ugye ebbe az omega polinomba egy x a mínusz egyediken, akkor ott minden szigmai nulla lesz egyet kivéve. Ugye egy darab nem lesz nulla, mert az összes többbe behelyettesítjük ezt a x-it, akkor a szigmainben, hogy abba helyettesítjük, ott nullától különböző értéket kapunk, az összes többiben nullát kapunk, tehát egyetlen tag fog megmaradni. Tehát, hogyha behelyettesítjük az omegába az x-i inverzét, akkor az egy tag marad meg, hogy hi-i-szer, y-i-szer, ez a szigma i az x-i inverz helyen véve az értékét. És mivel a hi-i nem nulla, az y-i nem nulla, ezért, meg a szigma x-i a mínusz egyediken ugye az sem nulla, tehát egyszerűen az y-t megkapjuk, hogy az omega értékét, a helyettesítési értékét elosztjuk a hi-i-szer a szigma helyettesítési értékével. És akkor megvan a hiba értéke. Csak ehhez megismerni kellene az omega polinomot.
Ugye? Tehát mi a feladat? Meg kellene határozni a szigma polinomot, az a hiba helyét határozza meg, meg kell határoznunk az omega polinomot, az meg a hiba értékét fogja meghatározni. Tehát ez lesz a dekódolás, ezt a kettőt kell meghatározni. Mit ismerünk? Ugye a szindrómát ismerjük, amelyik egy legfeljebb R-1-et fokú polinom. Tehát azt ismerjük. A dekódoláshoz még az hozzátartozik, hogy az omegának a fokszáma, ugye az legfeljebb T-1-et fokú, mert a szigmaik, ugye egy hiányzik belőle, tehát azok T-1-et fokúak, és T-1-et fokú polinomok konstansaszhozva, összeadva, legfeljebb csak csökkenhet a fokszám, növekedni nem növekedhet. Tehát az legfeljebb T-1-et fokú, és még azt kell tudni, hogy a szigma meg az omega relatív prímek, mert nincs közös gyökük. És akkor ők relatív prímek. És akkor ez kell a dekódoláshoz. Na most az tényleg ez az alapja az egésznek, okos ember észrevette, hogy az omega minusz szigma S polinom, ugye, tehát van az omega polinom, van a szindróma, amit ismerünk, nem ismerjük az omegát meg a szigmát, tehát azt a kettőt nem ismerjük, de az omega minusz szigma S polinom az osztható az X az R-dikennel. Ha osztható az X az R-dikennel, akkor az omega fölírható abban az alakban, hogy valamilyen teta polinom, nem tudjuk, hogy mi, szorozva X az R-diken plusz szigmászor S. Ismerjük az X az R-dikent, azt ismerjük meg az S-et. És ebből kéne meghatároznunk az omegát meg a szigmát, és erre jó az euklidészi algoritmus. Mert ezt meg tudjuk csinálni az euklidészi algoritmussal. Tehát az a lényeg, hogy az X az R és az S azok ismert polinomok, ezeknek a lineáris kombinációja az omega, és az S-nek az együtthatója a szigma, és ezeket kell meghatározni. És kell az úgynevezett kiterjesztett euklidészi algoritmus csinálni, majd algoritmusát megadtam, tehát már meg lehet nézni az algoritmusát, hogy olyan működik, majd megnézzük később. Tehát a kiterjesztett euklidészi algoritmust alkalmazzuk az S és az X ad R polinomra. Most az euklidészi algoritmusban ugye mindig maradékok képződnek, és a maradéknak a fokszáma az mindig kisebb, mint amivel osztottunk, tehát egyre kisebb és kisebb és kisebb fokszámú maradékok keletkeznek. Ugye amikor elindulunk, akkor még biztos, hogy R per 2 legalább a fokszám, amivel kiindulunk, ugye az S-nek a fokszáma, majd a végén megnézik, hogy fokszáma az mennyi, tehát legalább R per 2 a fokszáma az S-nek. Elindul az euklidészi algoritmus, és addig megyünk, amíg előbb-utóbb biztosan be fog következni az, hogy a maradéknak a fokszáma már kisebb, mint R per 2. És akkor állunk meg, amikor először a maradéknak a fokszáma kisebb, mint R per 2. Tehát addig hajtjuk végre egymástán az euklidészi algoritmust, kiterjesztetett, ugye a kiterjesztett az azt jelenti, hogy rögtön azokat az együtthatókat is meghatározunk, amelyek a lineáris kombinációhoz kellenek. Tehát addig megyünk, amíg először el nem érjük azt, hogy a maradéknak a fokszáma kisebb, mint R per 2. És akkor ugye a euklidészi algoritmus arról szól, hogy a D, de nem csak a D, hanem minden egyes maradék, ami keletkezik, az ugye kiindultunk egy F meg egy G polinomból, alkalmazzuk az euklidészi algoritmust, és minden egyes lépésnél a maradék az fölírható ilyen lineáris kombinációként, hogy AF plusz BG, F és a G az eredeti polinomok, és akkor a megfelelő együtthatókat adja ez a kiterjesztett euklidészi algoritmus, mégpedig olyat ad, hogy a végén, amikor a végére érünk, akkor az együtthatóknak a fokszáma, az A fokszáma kisebb, mint a G fokszáma, és a B fokszáma kisebb, mint az F-nek a fokszáma. Tehát ezt tudja ez a kiterjesztett euklidészi algoritmus. Na, itt van az algoritmusnak a leírása, tehát adott az F és a G polinom, meg akarjuk határozni a legnagyobb közös osztót, meg azt az A és a B együttható. Tehát ezek lesznek, ugye, tehát az F és a G a bemeneti paraméterek, D, A és B a kimeneti paraméterek. A hányadost, ugye polinomot osztunk polinommal, majd erre is adok példát, hogy hogyan lehet polinomot polinommal osztani, maradékos osztást. Tehát azt jelenti, hogy kvóval jelöltem a hányadost, és a remmel a maradékot. Tehát ezek a hányos maradék. És akkor hát abból kell kiindulni a euklidész algoritmusnál, hogy fölveszünk konstansnak az át, azt az egységelemmel tesszük egyenlővé, tehát egyel, B-t nullával, lesz egy A0, ami 0, a B0 meg 1, és akkor átadjuk az U-nak, az F-et, V-nek a G-n, és csinálunk egy ciklust. A ciklus azt csinálja, hogy maradékosan elosztjuk az U-t a V-vel, és akkor ugye dolgot úgy kell elképzelni, hogy van az A meg az A0 alatta, van a B és alatta a B0. És mindig azt csináljuk, tehát mindig lesz az A meg az A0, B meg a B0.
van egy osztásunk, lesz egy hányados, akkor azt csináljuk, hogy az A-ból ki kell vonni a hányadosnak, meg az A0-nak a szorzatát. És az lesz az új A0 érték, az, ami eddig az A0 volt, az lesz az A. Tehát felshifteljük az egészet. Ugyanezt a B-nél. Jó, tehát az A-ból, ami fölül van, alatta van az A0, úgy kell elképzelni, kivonjuk az A-ból az A0-nak a hányados szorosát, és akkor amit kaptunk, az lesz az új A, és az A0 kerül föl, az lesz az új A0, és az A helyére kerül az A0, ugye ott lehet látni. És ugyanezt csináljuk a B-vel, kiszámoljuk a maradékot, és akkor ami eddig az osztó volt, az lesz most az osztandó, és ami eddig a maradék volt, az lesz az osztó. Tehát az euklidészi algoritmus rendkívül egyszerű algoritmus. Mindig amivel osztottunk, az lesz, amivel osztottunk, az lesz az osztandó, és a maradék lesz az osztó minden esetben. És amikor az euklidészi algoritmusban elérjük azt, hogy a V egyenlő nullával, ugye akkor úgy néz ki, hogy van egy U-nk, amelyik vagy nulla, vagy nem, teljesen mindegy, de a V nulla, és azt kell tudni, hogy ha van egy U meg egy nulla, annak a legnagyobb közös osztója az maga az U. Tehát akkor megvan a legnagyobb közös osztónk, az lesz az U, a D. És akkor kiadjuk paraméterként, ugye az lesz a kimeneti paraméterünk, és akkor meg van. Hát ezt kell lekódolni. Én csináltam ilyet, de hát én csak ilyen magamnak valót, nem egy olyan szép programot, tehát ezek lekódolhatóak könnyűszerrel. Most a mi esetünkben persze nem kell ugye végigcsinálni az euklidészi algoritmust, ugye arról volt, hogy akkor kell leállnunk, amikor a maradék ért, a fogszáma először kisebb lesz, mint R per 2, ugye, tehát akkor itt úgy fog kinézni a dolog, ugyanazt csináljuk, csak most nem az A és a B lesz a kimeneti érték, hanem az A0 és a B0, és a D-re nincs szükségünk, hanem a V lesz a kimeneti paraméterünk. Tehát akkor addig csináljuk az algoritmust, mindaddig, amíg még a V-nek a fogszáma legalább R per 2. És amikor először R per 2 alá csökkent, akkor kilépünk belőle, nem is kell átadni, mert a V ugye az adja meg rögtön, amire nekünk szükségünk van, és az A0, B0 lesznek az együtthatók. És akkor megvan az algoritmusunk, és innen egyszerűen a szigmát úgy kapjuk meg, gyönyörű szép eredmény, hogy a B0-nak veszük a nulla helyen vett értékét, annak az inverzével megszorozzuk a B0-t, ugye, tehát amit itt kaptunk. Tehát ott van a B0. Az egy polinom. Ugye? Tehát ott egy polinom, és van a V, a másik, tehát ez a két polinom a kimeneti. Az A0 nem is kell nekünk, hanem a B0 nulla helyen vett inverzével megszorozzuk a B0-t, ez lesz a szigma polinom. És az omega pedig, hogy a V-t szorozzuk meg ugyanazzal. És mi volt a feladat? Meg kellett határozni a szigma meg az omega polinomot. Na, ha ismerjük a szigmát, akkor annak a gyökeit kell meghatározni mégis, akkor ismerjük a hibahelyeket. Ismerjük a hibahelyeket, akkor az omegából meg tudjuk határozni a hiba értékét, és készen vagyunk. Tehát aki ismeri a goppakód paramétereit, az könnyen tud dekódolni. Ugye nincs az a probléma, hogy egy NP-teljes feladattal kell meghatározni a minimális távolság, a legkisebb súlyú kódszavakat az adott osztályból, hanem egy egyszerű algoritmussal tudunk dekódolni. Jó, tehát ez a lényeg a dolgoknak. Na most a bináris goppakódokat használjuk egyrésztől azért, mert hát a legjobban a bináris dolgokat szeretjük, de ugye a kód maga egy kettő az M-mediken elemű test fölötti a polinom, tehát arra azért ügyelni kell. De van egy másik fontos tulajdonsága a bináris goppakódnak, nevezetesen, hogyha a G-polinom négyzetmentes, tehát nem lehet elosztani egyetlen polinomnak a négyzetével, hát nem konstans polinomnak, tehát legalább elsőfokú polinomnak a négyzetével sem, ha négyzetmentes, akkor ez a G-polinom ugyanazt a kódot generálja, mint hogyha kétszer akkora fogszámú G-négyzet polinommal generálnánk. Most ebből mi következik? A G-négyzetnek a fogszáma 2R, és akkor ebből az következik, hogy a kódnak a távolsága most már legalább 2R plusz 1. Tehát sokkal nagyobb a távolság, és ugye az a hibajavító képességet jelenti. Tehát nem R per 2 hibát tudunk javítani így, hanem R hibát tudunk kijavítani. Csak persze, egyetlen algoritmus leszámítva, de az összes többinél, persze a G4-zettel kell felépíteni a kódot. De az egyik, hogy választunk egy G-polinomot, és akkor a négyzetével csináljuk aztán a kódot. Csak majd meg kell nézni, hogy négyzetmentes legyen. De tehát goppakódnak jó tulajdonsága, hogy előre meg tudjuk határozni, hogy mennyi lesz a kódnak a távolsága, van rá jó dekódolási algoritmusunk, és ráadásul a goppakód úgynevezett jó kód. Na most mit nevezünk jó kódnak? Hát ez megint bizonyos dolgokat kell megbeszélnünk a kódolásból. Ugye jó kódnak nevezzük, hogyha van egy kódcsalád. Tehát a kódcsalád azt jelenti, hogy egy algoritmusunk van, és különböző paraméterekkel különböző méretű kódokat generál, de ugyanaz az algoritmusunk. Ugye, tehát ez egy kódcsalád.
És az a jó kód, amelyiknél az a két fontos paraméter, hogy a kódsebesség és a relatív távolság, ez, hogyha n-nel, tehát a kódszakhosszával tartunk a végtelenhez, akkor sem, egyik sem tart nullához. A Hamming kódot felteszem, hogy mindenki nagyjából ismeri a jelenlévők közül nagyjából a Hamming kódot. A Hamming kód az egy rendkívül jó kód, mert a legegyszerűbb a dekódolása, de annak ugye mindig csak egy hibát tud javítani, nem tart a végtelenhez, akkor a hibajavító képessége nullához tart. Ugye? Hát, mert egy hiba van, és végtelen hosszú a szavunk. Tehát az ebből a szempontból nem jó kód. A GOPA kód viszont egy jó kód, tehát olyan kód, hogy a kódsebesség is, meg a relatív távolság is egy pozitív érték fölött tud maradni, tehát tudunk csinálni kódok olyan sorozatát, egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb hosszúságú kódokat, ahol még mindig a kódsebesség meg a relatív távolság az mindig egy pozitív érték fölött marad. Mi a kódsebesség? Ugye redundanciát viszünk a rendszerbe, ez azt jelenti, hogy ha van nekünk m darab kódszavunk, vagy m darab kódszavunk, akkor q szimbólummal q alapú logaritmus m hosszúságú szavak kellenének. Mert ugye r szimbólum, n hosszúság, erre az n-edik n elemet tudunk kódolni, akkor visszafelé a logaritmust kell számolni. Tehát, hogyha van összesen m darab szavunk, és q szimbólummal akarunk kódolni, akkor az azt jelenti, hogy q alapú logaritmus m, és mivel egész szám, hát a felső egész része, most ugye fölül van a teteje annak a zárójelnek, tehát akkor a felső egész része, legalább ilyen hosszúságú szavak kellenek ahhoz, hogy azt az m darab kódszót kódolni tudjuk. Ezzel szemben mi ennél nagyobb hosszúsággal kódolunk, mert redundanciát kellett bevinni a rendszerbe. Most arra kell gondolni, hogy mondjuk egy telefonvonalon át akarjuk vinni az üzenetet, akkor ugye egymás után visszük át a szimbólumokat, minél hosszabb a kódszó, annál drágább az átvitel. Annál több időt vesz igénybe az átvitel. Tehát ezért hívják ezt kódsebességnek, hogy milyen arányban romlik le a dolog azáltal, hogy nagyobb hosszúságú szavakat kell használnunk, mint amennyire minimálisan szükség lenne. És akkor definiáljuk tehát a kódsebességét, hogy vesszük a logaritmusát a kódszavak számának, ugye minimum ekkora kellene, hogy legyen a hosszúság, és elosztjuk a tényleges hosszúsággal. Ez egy egynél nem nagyobb szám lesz minden esetben, és akkor ez a kódnak a sebessége. A másik pedig a relatív távolság, egyszerűen a kód távolságát elosztjuk a hosszal, ez a hibajavító képesség. Hát ugye, mert a D adja meg, hogy hány hibát tudunk lényegében véve javítani, és hát, hogy hány hibát tudunk javítani, az önmagában semmit nem mond, az a kérdés, hogy hány jelből tudunk annyit javítani. Hát nem mindegy, hogy az egy hibát 10 betűből akarjuk kijavítani, vagy 1000 betűből akarjuk kijavítani. Tehát a delta per m paraméter az a hibajavító képességet adja meg, és akkor ugye ez a kettő az a fontos adata a kódnak, amit szeretnénk, hogyha egyre nagyobb és nagyobb szóhosszúság mellett is azért pozitív érték maradna, nem süllyed lenne nullára. Most még egy adatot kell itten megnéznünk, térfogatot, ugye az van, hogy veszünk egy akármilyen szót az n-dimenziós térből, veszünk egy t-távolságot, és megnézzük, hogy ezen szó, mint középpont körüli t-sugarú gömbben, vagyis tőle legfeljebb t-távolságra hány darab másik szó van. Ugye akkor ez lesz a térfogata. És a kódszavakra kiszámoljuk, hogy adott t-távolságra legfeljebb hány szó van az adott kódszótól. Ezt könnyen meg tudjuk határozni. Ugye venni kell a tőle nulla távolságra lévő szót, az egyetlen egy van önmaga, a tőle pontosan egy távolságra lévő, tehát amelyek pont egy helyen különböznek tőle, aztán veszük a pontosan kettő távolságra lévőt, és így tovább. Na most, pontosan i távolságra hány darab van? Hát az i helyet en alatt az i féleképpen tudjuk kiválasztani, ilyet ennyi féleképpen kiválasztottuk, és ezen az n, a i darab helyen, amelyiket kiválasztottunk, ott bármi állhat, egy valami nem állhat. Az, ami magában a kódszóban van. Ugye az azt jelenti, hogy q minusz egy különböző érték lehet mindegyik helyen. Mert az az egy nem lehet, ami magában a kódszóban van. I helyünk van, mindegyiken q minusz egy értéket választhatunk egymástól független, az q minusz egy az i-ediken, és meg kell szorozni az n alatt az i-vel. Ha ezeket összeadjuk, megkapjuk a térfogatot. És akkor a kódolási korlátokhoz ezt a térfogatot fogjuk használni. Vannak kódolási korlátjaink, csak hármat fogunk ebből megemlíteni, sok van. AQND-vel szokás jelölni, hogy Q elemű ABC-vel kódolunk N hosszúságú kódszavakat, és maximum hányat tudunk kiválasztani ahhoz, hogy a távolság legalább D legyen. Ezt adja meg ez az AQND. Nyilván minél nagyobb a D, annál kevesebbet tudunk kiválasztani. Tehát a D növekedésével csökken a kiválasztható elemeknek a száma. Most ez egy fontos paraméter lenne, mert hát arra törekednénk, hogy minél több szót tudjunk kódnak felhasználni, nyilván az a cél.
Hoppá, na most szúrtam le, tehát akkor ezt csak így ide bele kell. Fogom, jó? Megpróbálom fogni is. Jó? Tehát ugye ez az AQND lenne a maximum. Arra kéne törekednünk, hogy ezt elérjük, de nem ismerjük ennek a pontos értékét, kivéve a triviális kódokat. Ugye a triviális kód, hogy az összes szót használjuk, amit nyilván nem lehet kódolásra ténylegesen használni. Vagy csak egyetlen kódszónak a konstans, egyetlen szónak a konstans szorosait használjuk, ugye ezek a triviális kódok. Ezekre könnyű meghatározni a korlátot, de az összes többire nem ismerünk pontos korlátot. Ezért aztán a korlátoknak felső értéke is szokás megadni valamilyen módon, tehát maximum mekkora lehet, meg az alsó értékét. Most két felső korlátot ismertetnék, az egyik a Hamming korlát, gömbkitöltési korlát, gömbpakolási korlát. Ez ugye azt adja meg, hogy ezek a gömbök páronként diszjunktak legyenek. Mert ugye akkor tudunk hibát javítani, hogyha ezek a gömbök páronként diszjunktak. Tehát, hogy maximum hány gömb lehet páronként diszjunk. Ugye ez a Hamming korlát azt adja meg. Hát itt ugye a távolság, akkor a gömbnek a sugara maximum ez a T lehet, és az a kérdés, hogy a legfeljebb, ugye a T-sugarú gömböket hányat tudunk elhelyezni a térben, hogy azok páronként diszjunktak legyenek. De ezt adja meg ez a korlát. Q az n-ediken összesen ennyi szavunk van, és ezt el kell osztani a T-sugarú gömböknek a térfogatával, és akkor annyi lehet maximum, tehát ez adja meg ezt az AQND-t. És azokat a kódokat, ahol egyenlőség teljesül, és van ilyen kód, de nagyon kevés kód van, azokat tökéletes kódoknak hívjuk. Hát még tényleges az időjárás. Környékünkön még hó van például. Na, szóval tehát ezek például a Hamming kód az egy tökéletes kód, példának okája. Na, a tökéletes kódra majd visszatérünk, mert azoknak van egy tulajdonsága, ami szempontunkból érdekes tulajdonság, tehát az még szerepelni fog. Most ha a kód lineáris, mert itt nem kell, hogy lineáris legyen a kód, akkor ugye Q a K-adikon kódszó van, tehát akkor az AQND helyére Q a K-adikont kell helyettesíteni, hogy maximum megkörül lehet a K, és onnan adódik, hogy akkor ez a VQNT legyen kisebb vagy egyenlő, mint Q ad n-K. Tehát ez a másik alakja a lineáris kódok esetében a Hamming korlátnak. A másik korlát az a singleton korlát. Hát ott van Q az n-d plusz egyediken lehet maximum a kódszavaknak a száma, n a kódszavak hosszadia, a távolság, Q a ABC-re melynek a száma. Megint, hogyha Q a K-adikont helyettesítünk ugye lineáris kód esetében a bal oldalra, akkor a logaritmus véve azt kapjuk, hogy K legyen kisebb vagy egyenlő, mint n-d plusz 1, és ez megint egy fontos eredmény, mert ebből azt a nagyon lényeges dolgot kapjuk, hogy egy kódban, lineáris kódban a kódnak a távolsága nem lehet nagyobb, mint n-k plusz 1. Tehát akárhogy is erőlködünk, annál nagyobb távolságot nem tudunk elérni. Viszont van elég sok olyan kód, amelyikben elérjük ezt a határt. Ezeket hívják MDS kódnak, ez a Maximum Distance Separable-ből származik. Például a Reed-Solomon kód ilyen kód, példának okáért. Tehát ilyen maximális távolságú kód. Most az alsó határok közül viszont a mi szempontunkban most az érdekes, a Warshamov-Gilbert korlát, hát ott van, ugye ott pedig az az érdekes, hogy a D olyanra kell maximum, hogy lefedjük a teljes teret ezekkel a gömbökkel, ugye, hogy minden szó benne legyen. És akkor onnan kapjuk a Warshamov-Gilbert korlátot, ugye D-1 az azt jelenti, hogy akkor már lefedjük a teret, mert ha még egyet hozzáveszünk, akkor már az több lesz a dolog. Na mindegy, tehát ez a Warshamov-Gilbert korlát. Megint, hogy a lineáris, akkor ott a QAD-K jön be. Valójában ez a Gilbert korlát, a Warshamov egy másik korlátot adott lineáris kódokra, és az egy picit jobb ennél, de hát ezt használjuk inkább most ezt a korlátot. És akkor innen kapjuk az aszimptotikus, ugye amiket az érdekel, hogy nagyon nagy n-nekre is jó legyen a kód, ugye arról szólt a dolog, hogyha n tart végtelen, ez akkor is jó legyen a kód. Tehát akkor ilyen aszimptotikus korlátot kell számolnunk, a d helyére deltászor n-et írunk be, mert ugye a delta volt a d per n deltászor, akkor már csak az n-től függ, mert a deltát azt akarjuk, az a paraméterünk. És akkor az n lesz a változónk, tehát azt tart a végtelenhez, és akkor veszük az AQ alapú logaritmusát, ugye az AQ az a mérete a kódnak, hogy hány kódszavunk van. Ha veszik a logaritmusát és osztjuk ennel, akkor az egy kódsebesség. Ugye az ott a kódsebesség. Tehát az AQ delta, tehát vettük ugye az 1 per n szer a Q alapú logaritmus AQND, és ennek a liveszét vesszük, akkor az egy kódsebesség,
a delta az a hibajavító képesség, és akkor megkapjuk a kódsebesség határértékét a hibajavító képesség függvényében. Tehát megadjuk, hogy legalább mennyi legyen a relatív hiba, delta, és ahhoz ez a korlát, ez a Warshamov-Gilbert korlát azt fogja mondani, hogy garantáltan lehet csinálni olyan kódot, amelyiknél a delta az előre előírt érték, és a kódsebesség pedig, hát az a bizonyos 1-HQ csillag delta, majd mindjárt megnézzük, hogy mi az a HQ csillag, tehát lehet csinálni olyat, amelyiknél legalább ekkora a kódsebesség. Feltéve, hogy a delta az 1-1 per Q között van, majd mindjárt mutatok ábrát, és abból kiderül, hogy miért 1-1 per Q-nál nem lehet nagyobb ez a delta. Most ez a HQ csillag, ez a Hemming, a Shannon-féle entrópiából származik, ugye a Shannon-féle entrópia két, tehát hogyha két adatunk van, akkor ennek a valószínűsége P, a másiknak 1-P, akkor az entrópia úgy néz ki, hogy hát most P helyett delta van, hogy mínusz deltászor Q alapú logaritmus delta, mínusz 1-mínusz deltászor Q alapú logaritmus 1-mínusz delta, és az a H csillag abban különbözik, hogy ehhez még hozzá kell adni a Q-mínusz 1-nek a Q alapú logaritmusát, ugye akkor az biztos, hogy 1-nél kisebb szám lesz, és azt kell megszorozni deltával. Tehát ez a bizonyos HQ csillag, és hát bizonyíthatóan a határértéke annak a bizonyos V-nek, illetve az 1 per N-szer a logaritmus V-nek, az a HQ csillag. Hát ezt be lehetne bizonyítani, teljesen mindegy. Tehát az a lényeg, hogy az aszimptotikus korlát, Warshamov-Gilbert korlát az így néz ki. És akkor tehát a lényege az a dolgoknak, hogy tehát lehet konstruálni, a Warshamov-Gilbert korlát azt mondja, hogy lehet konstruálni olyan kódcsaládot, amelyiknél elérhető ez a korlát. Na most nagyon sokáig, hát most már nagyon régen tudjuk, hogy nem így van, de elég hosszú ideig az volt a feltételezés, hogy jó, ez a korlát, de nem tudunk ilyet csinálni. És akkor a Goppa kód volt az egyik első, amelyik elérte ezt a korlátot. És aztán, meg ugye az ábra, és aztán a Goppa kódokból jöttek a általában, mert a Goppa kód, tehát ugye egy algebrai geometriai kód, jöttek az általában az algebrai geometriai kódok, és ott jobb értéket lehet elérni, mint a Warshamov-Gilbert korlát, tehát annál magasabb értéket lehet ténylegesen elérni. Na hát így néz ki, például Q egyenlő 4 esetén az entrópia függvény, a felső, tehát ugye a H függvény, maximum 1/2-nél van a H függvénynek. Ugye hozzá kellett volna tenni, hogyha pontos akarok lenni, hogy ugye a logaritmus a nullában nincs értelmezve, tehát a deltászor Q alapú logaritmus delta, ugye az a nullában nem lenne értelmezve, de a határértéke az x-szer logaritmus x-nek nullában nulla, és akkor kiterjesztük a függvény értelmezését úgy, hogy a nullában legyen nulla az értéke. A másik oldalon pedig egyértelműen nulla, mert egyben a logaritmus értéke nulla. Ugye? Tehát a két végében nulla a függvénynek, tehát nulla, nulla, és a középen 1/2, és akkor ebből kapjuk ezt a H csillagot, és látható azért 1-1 per Q-ig megy, mert ott maximuma van, és onnan kezdve már lefelé megy. Tehát 1-1 per Q-nál van a maximuma ennek a függvénynek, ott a függvénynek a maximuma 1, hát az a 0,79 vagy mennyi, az csak azt jelenti, hogy az 1-nél ott annyira fog lecsökkenni az értéke a dolgoknak. Tehát 1-1 per Q-nál van a maximuma. Hogyha ugye most a Q egyenlő 4, akkor 1-1/4, tehát 3/4-nél. Azért van ott éppen 3-nél. Tehát így néz ki ez a két függvény. És akkor a korlátok, azok így néznek ki, tehát az aszimptotikus korlátok, az alsó az a Warshamov-Gilbert korlát, a felső görbe az a Hemming korlát, és két egyenes van, abból a jobb oldali az a Singleton korlát. Még egy egyenes van, azzal nem foglalkozunk. Tehát ugye a Warshamov-Gilbert korlát nyilván az az alsó határ, tehát az van itten alul, és hát fölötte van a többi, amelyek ugye a maximumot adják, hogy maximum akkora lehet a kiválasztható, tehát a kódsebesség, ugye, tehát így néz ki a dolog. Az a 0,1 11 vagy mennyi, az csak azt jelenti, hogy ott az 1-nél a Hemming korlát az ottan megy. Ugye a Hemming korlát az azért mehet tovább, mint 1-1 per Q, mert ott a delta per 2 szerepel a H-ban, és azért az tovább mehet. De az összes többi az csak a 1-1 per Q-ig releváns, tehát onnan kezdve nem. Na most hát maga McAllis a cikkében, irodalom jegyzéket a végén írtam egy párat, és akkor ott a McAllis is szerepel egyes sorszámmal. Tehát maga McAllis analizálta a rendszerét. Ugye két lehetőség lenne arra, hogy fejtsük. Ugye mi is a helyzet? Van egy jó, könnyen dekódolható kódunk, de elrontottuk. Ugye elrontottuk, mert a G-mátrixot megszoroztuk azzal az M-mátrixszal, meg a P-mátrixszal,
és ezzel elértük, hogy egy olyan H, meg G, olyan G generátor mátrixunk van, amelyik egy teljesen általános kódnak néz ki, tehát abból senki nem tudja megfejteni a dolgokat, mert az egy akármilyen kódnak lehet a generátor mátrixa. Tehát ott az a helyzet, hogy a szindróma dekódolással akarnánk csinálni, akkor csak az a bizonyos MP-teljes feladat lenne, hogy ki kellene választani a mellékosztály vezetőt. Tehát ugye azt nem tudjuk. Tehát a két lehetőség lenne, hogy valaki valamilyen módon a G-verszőből megpróbálja meghatározni az eredeti G-mátrixot. Na, ismerjük a G-t, akkor ismerjük a H-t, és akkor tudunk dekódolni. Meg akkor ismerjük a G-polinomot is, és akkor tudnánk dekódolni. Akkor föltörtük a rendszert, ugye? Mert akkor bármilyen ezután beérkező üzenetet helyből tudunk desifírozni. Tehát akkor megvan a rendszerünk. Ugye ez lenne az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy nem tudjuk meghatározni a G-veszőből a G-t, de minden egyes éppen küldött üzenetet, azt egyedileg, külön-külön valamilyen módon megpróbáljuk megfejteni. Ugye ez a szokásos dolog. Na most az első eset ugye azt jelenti, hogy hány darab M-mátrixunk van? Ugye annyi féleképpen tudjuk elrontani. Meg hány darab P-mátrixunk van? Ugye az is mindegyik ront a helyzeten. Hát meg könnyen belátható, ugye reguláris kell, hogy legyen, tehát invertálható kell, hogy legyen az M-mátrixunk. Az elsősorra bármi lehet kivéve a csupa nullából állót. Ugye K méretű, Q a K-adikon vektorunk van, a csupa nullát kell kiadni, akkor az Q a K-adikon mínusz 1. A második sor az bármi lehet, kivéve az első sornak egy nullától különböző konstans szorosa. Sőt, a konstans szorosa, mert maga a nulla sem lehet. Akkor tehát azt jelenti, hogy Q darabot kell kihagyni az összesből, akkor az Q a K-adikon mínusz Q. A harmadik sor bármi lehet, kivéve az első kettő lineáris kombinációját. Ugye két elem lineáris kombinációja, két együtthatót választhatok meg, mind a kettőt Q-féleképpen választhatom meg, tehát Q négyzetet kell kihagyni. Tehát innen adódik, hogy Q a K-adikon mínusz Q az I-edikeneket kell összeszorozni. Ugye Q a K-adikon mínusz 1-szer, Q a K-adikon mínusz Q-szor, Q a K-adikon mínusz Q négyzet, és így tovább. Tehát akkor ezeket kell, és ez a, hát ha mindenütt a Q az I-ediken helyére Q a K-1-ediken írok, akkor ugye a kivonandó mindenütt nagyobb lesz, tehát a különbség kisebb lesz, tehát csökkentettem legfeljebb a dolgokat. És akkor kiemelve a Q a K-adikon mínusz 1-et, tehát ez úgy durván, Q a K-adikon mínusz 1-szer Q mínusz 1 a K-adikon. Ha bináris, akkor Q helyére 2-t helyettesítünk. Tehát ennyi darab reguláris mátrixunk van. Hát már ez is jó nagy szám. Akkor még hozzájön a permutációs mátrix, az van M faktoriális. És ha ez mind megvan, akkor még mindig nem tudjuk, hogy mi volt a goppa kód, tehát a polinomot még mindig nem ismerjük, a goppa polinomot. Tehát ebből még mindig nem fogjuk megismerni, amelyik megint nagyon sokféleképpen választható. Szóval magyarul reménytelen az a helyzet, hogy valaki a G-veszős ismeretében megpróbál meghatározni a goppa polinomot. Mert akkor tudnánk ugye dekódolni. Tehát ez reménytelennek tűnik. Jó, tehát akkor ez így nem megy. Akkor másik lehetőség, hát mi lenne? Ugye hát az egyik lehetőség, hogy a legkisebb súlyú, tehát a minimális távolságú dekódolás, ugye a szindrómához megkeresik a legkisebb súlyú kódszót, amelyik tőle a lehető legkevesebb helyen tér el. Hát ez, hogyha elegendő nagy a kód mérete, akkor ez megint csak reménytelen eset, ugye, tehát ilyen nem nagyon megy. Viszont az reménykeltőnek tűnhetne az a megoldás, ugye N hosszúságúak a kódszavaink, de csak egy K-dimenziós tér van. Az azt jelenti, hogy ugye a generátor mátrixunk, egy K-hosszúságú szót szoroztunk meg, és akkor kapunk egy N hosszúságú szót. Tehát tulajdonképpen a kódszó bármely lineárisan független oszlophoz tartozó adatából vissza tudnánk fejteni az eredeti üzenetet. Tehát, hogyha van a generátor mátrixunk, és abból kiválasztunk K-lineárisan független oszlopot, akkor az ahhoz tartozó, a kódszóban ahhoz tartozó komponensekben egy lineáris egyenletrendszerrel meg tudjuk oldani a dolgokat. Mert akkor van K ismeretlenünk, K egyenletünk, van lineáris egyenletrendszer, és meg tudjuk fejteni, meg tudjuk oldani a dolgot. Tehát itt is az a helyzet, hogyha kiválasztunk a beérkezett szóból K-t véletlenszerűen, és mázlink van, és azokon a helyeken sehol nincs a hibavektor, általunk választott hibavektornak nullától különböző komponense, akkor egyszerűen a K ismeretlenes K egyenletből álló rendszert vissza, tehát megoldva visszakapjuk az üzenetet. Na de hát annak a valószínűsége, ugye van nekünk T darab, tehát D-1/2 darab olyan pozíciónk, ahová hibát rejthettünk el, összesen N hosszúságú szavunk van, akkor ugye annak a valószínűsége, hogy csupa különböző hibátlan helyet választottunk, az 1-T/N a K-adikon. Tehát ennyi annak a valószínűsége, hogy jól nyúltunk bele a dolgokba, és pont olyan K-oszlopot választottunk ki, ahol nincs hiba.
mivel ennyi a valószínűsége, ezért ennek a reciproka számút kell válogatnunk, hogy ugye várható értékben ennek a reciproka az, hogy hányadik esetben kapunk olyat, amikor tényleg hibátlan pozícióban nyúltunk bele, és minden egyes esetben nagyjából K a köbön számítást kell elvégeznünk, hogy az egyenletrendszert megoldjuk. Ez mennyi számítást jelent? Ez azt jelenti, hogy a K a köbön szor 1 minusz T per N a minusz K-adikon. És hát, hogyha nézzük a paramétereket, akkor a Michaelis-féle dolog, hogyha az eredeti paramétereket nézzük, ő 1024 hosszúságú szavakat használt, a T értéke 50 volt, és 524 volt a dimenzió értéke, hát ebből 10 a 19-en adódik, szóval azért ez sem egy reménykeltő dolog végeredményben véve. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a rendszer biztonságos, persze azért hozzá kell tenni, hogy ez az ő idejében volt, azóta ugye sokkal gyorsabbak a dolgok, hát a paramétereket jobban kell megválasztani, de meg tudjuk úgy választani, hogy tehát reménytelen legyen az illetéktelen fejtés. Na most, amit viszont nagyon fontos megjegyezni, hogyha goppakóddal, tehát csináljuk ezt a Michaelis-féle rendszert, ugyanazt az üzenetet nem szabad kétszer elküldeni, ugye mind a két alkalommal véletlenszerűen választunk egy hibavektort, tehát nagy valószínűséggel két különböző hibavektort választunk, mert akkor a két rejtjelezett szöveg különbsége az a hibavektorok különbsége. Hát kiesik maga az üzenet. Ugye már az üzenethez, a kódszóhoz adjuk hozzá a hibavektort, hogyha mind a kettőben ütöd a kódszó, akkor különbségképzésnél az kiesik, és csak a két hibavektor különbsége marad. Ugye mind a kettőnek T a súlya, hát legrosszabb esetben különböző T helyeken vannak, akkor a különbség két T különböző pozíción fog tartani nullától különbözőt, a legszélsőségesebb másik esetben pont kivoltják egymást, ugye, tehát nulla és két T között van, de hát azért nagy valószínűséggel, hogyha teljesen véletlenszerűen választunk, és azért láttuk, hogy a T értéke azért az N-hez képest jóval kisebb, ugye? Tehát 1024 és 50, tehát azért jó eséllyel a két kiválasztott hibavektornak a közös része az elég kicsike lesz, de ez azt jelenti, hogy elég sok olyan helyet megkapnánk, ahol biztosan tudjuk, hogy hibák vannak, és akkor nem onnan kell választani a káoszlopot. Ugye? Mert akkor, hogyha tudjuk, hogy hol hibás, akkor onnan nem választunk. És hogyha ugye, két T lenne éppen, tehát ha mázlink van, és a hibavektorok különbsége két T súlyút ad, akkor már eleve tudjuk, hogy hol vannak a hibák. Ugye? És akkor biztos, hogy tudunk választani. Jó, tehát erre nagyon kell ügyelni, hogy ilyen ne fordulhasson elő, mert akkor pechünk van. Ja, most rossz irányba mentem, ugye? Jó, tehát azt jelenti, hogy jó. Na, akkor a struktúra felépítése, tehát akkor hogyan csináljuk, ugye megválasztjuk az M-et, M-et és R-et. Általában úgy választjuk meg a dolgot, hogy az N az 2 az M-ediken legyen, vagy 2 az M-1-ediken, tehát magyarul azt fogjuk csinálni, hogy van a Q az M-ediken elemű testünk, és annak minden elemét, vagy a nulla kivételével minden elemet választunk az alfaiknek. De akkor ugye kell választanunk egy olyan G-polinomot, amelyiknek egyike sem gyöke. De ezt úgy tudjuk például megcsinálni, nem feltétlenül, de például, hogy egy irreducibilis polinomot választunk, az adott test fölött felbonthatatlan. Tehát olyant, amelyiket az adott test fölött nem tudunk nála kisebb fokszámú, pozitív fokszámú polinomok szorzatára felbontani. Tehát ez egy lehetőség, van más lehetőség is, majd picit megnézzük azt is. Tehát az a lényeg, hogy megválasztjuk az N-en és R értékét, akkor megvan a kettő adem, generálni kell egy kettő adem elemű testet. Álljak le! Aha, jó. A szavatosságom. Megválasztjuk a kettő adem, tehát generáljuk a kettő adem elemű testet, akkor ahogy mondtam, általában az a szokás, hogy vagy az összes nullától különböző elemet választjuk alfának. Kell keresni az eredfokú, egy eredfokú polinomot a kettő adem elemű test fölött, vagy irreducibiliset, vagy ahogy mondtam, egy négyzetmenteset. Ugye végül is elegendő négyzetmentes polinomot keresni, majd megnézzük, hogy négyzetmentesség az nagyon könnyen megállapítható, hogy egy polinom négyzetmentese vagy nem. És hogyha irreducibilis, akkor biztos, hogy garantáltan nem lesznek gyökei ezek az elemek. Ha négyzetmentes, akkor meg kell nézni, hogy egyik se legyen gyöke ennek a polinomnak, de az megint egy nagyon egyszerű feladat lesz, majd megnézzük, tehát az nem egy bonyolult dolog. És akkor aztán meg kell határozni a H-mátrixot, abból ezt a bizonyos H hullámot, tehát amelyik az FQ fölötti mátrix, és utána meg kell határozni a G-mátrixot. M-et és P-t megválasztjuk, ugye úgy, hogy az M az egy sűrű mátrix legyen, és akkor megvan a G-vesző, és egyenlő M-szer G-szer P, és T, és akkor nyilvánossá tesszük a dolgokat, és nagyjából készen is vagyunk. Most a Michaelis rendszer az
Hát nem nagyon alkalmas digitális aláírásra, mert éppen valaki majd egy cikket idézek, amelyik foglalkozik vele, hogy hogyan lehet azért használni. Igen, tényleg ezt a Niederreiter... Mindjárt lesz, most lesz a Niederreiter is, mindjárt. Mindjárt megnézzük ezt a Niederreitert. Tehát ugye maga McAllis az nem igazán alkalmas a aláírásra, a digitális aláírásra. Ugye egyszerűen azért nem, mert ugye hogy is működik a digitális aláírás, ugye, hogy ott a rejtjelezett szövegeket dekódoljuk, ugye desifrírozzuk, az lesz az aláírás, és akkor bárki a nyilvános kulcssal le tudja ellenőrizni. De ez csak akkor működik, hogyha a teljes halmaznak gyakorlatilag minden eleme sifrírozott szöveg. Hogyha csak nagyon kevés van benne, akkor most ugye az aláírandó szöveg az bármi lehet, de közül csak nagyon kevés az, amelyik ténylegesen sifrírnek felel meg. És ezért aztán nem nagyon tudjuk alkalmazni. Most itt is ez a helyzet, ugye McAllisnél, ebben az esetben ez a probléma. Ezért a Niederreiter aztán egy picit másképp csinálja a dolgokat. Ő fordítva csinálja a dolgot, hogy tehát megválasztjuk a GOPA kódot, meghatározzuk az ellenőrző mátrixot. Itt most a H maga a ténylegesen FQ fölötti ellenőrző mátrix akkor. Ugye választunk megint, elrejtjük, tehát összezagyváljuk a dolgokat azzal az M mátrixszal meg a P mátrixszal. És akkor a H veszős és a T lesz a nyilvános kulcs, M, H és P pedig a mi titkos fegyverünk. És akkor a Niederreiter azt csinálja, hogy N hosszúságú, de maximum T súlyú szavakat választ. Ugye, mintha hibavektor lenne. Tehát azok lesznek az üzenetek, a hibavektorok. És akkor azokhoz határozza meg a szindrómát. Tehát a H mátrixszal meghatározza a szindrómát, és az lesz akkor a... az lesz a sifrírozott szöveg, tehát a szindróma. Tehát ezzel a valaki nekem akar üzenni, tehát akkor ugye megszorozza a üzenettel ezt a H-vesszős mátrixot. Tehát ugye T, maximum T0-tól különböző elem van benne. Ez lesz a szöveg, és ezt elküldi nekem. És akkor mivel ugye mi ismerik a dolgokat, tehát egyszerűen vissza tudjuk fejteni, hogyha beérkezik ugye ez a... tehát M volt az üzenet, ugye C lesz a sifrírozott szöveg, megszorozzuk az M inverzével, mivel mi ismerik az M-et, tehát meg tudjuk szorozni az inverzével. Ebből ugye vissza tudjuk fejteni az M veszőt, mert hát mi ismerik a kódot, tehát ugye meg tudjuk határozni a szindrómát. Tehát ugye a szindrómához ismerjük, hogy mik a hozzátartozó hibavektorok. Ugye minden a szindrómához mi ismerjük, tehát meg tudjuk fejteni, és akkor a P-nek az inverzével, tehát a transzponáltal szorozva, megkapjuk az üzenetet. Tehát rendkívül egyszerű a dolog. Na most önmagában véve az a baj, hogy ez sem használható közvetlenül aláírásra, mert azért itt is az a helyzet, hogy a tökéletes kódok azok, és csak azok, amelyeknél a hiba mintát, a javítható hiba minták azok a T-nél nem nagyobb súlyak, és csak ezek. Minden más esetben lesznek T-nél nagyobb súlyú javítható hiba minták is, mert ott a gömbök nem töltik ki a teljes teret. Ugye a T-sugarú gömbök azok hagynak még üres helyeket. A tökéletes kódnál teljesen lefették a T-sugarú gömbök a teret, ezért a T és annál kisebb súlyú szavak, és csak azok dekódolhatóak. De ha nem töltötték ki a teljes teret, akkor egy csomó olyan dekódolható szó is van még, amelyeknek a hiba száma az nagyobb, mint T. Most ez a helyzet nálunk is, mert nem tökéletes kód a GOPA kód. Tehát ebből kifolyólag a szindrómák között van egy csomó olyan, amelyikhez tartozó hiba minta az T-nél nagyobb súlyú. Ugyanakkor ugye mi csak T-súlyú szavakat, üzeneteket sifrírozunk a Niederreiter rendszerrel. Tehát megint az a baj, hogyha ugye most a szindróma lenne az üzenet, az aláírandó dolog, ugye, tehát a szindróma lenne az aláírandó dolog, és a neki megfelelő szó, tehát ugye aminek a szindrómája, tehát amihez választottuk, az lenne az aláírás. Tehát a szindróma az aláírandó szöveg, és a hozzátartozó minimális súlyú szó az lenne az aláírás. Na de megint az a baj, hogy T-nél nagyobb súlyúak is lesznek, márpedig a Niederreiterben ugye csak legfeljebb T-súlyú hibavektorok lehetnek az üzenetek, amelyeket sifrírozunk. Na most itt viszont azért sokkal kisebb az arány a rossz szindrómák meg a jó szindrómák között, és akkor azt kell csinálni,
hogy van egy aláírandó szövegünk, ha kiderül, hogy ez olyan szindrómához tartozik, amelyiknél a megfelelő szó az T-nél több, nullától különböző tartalmaz, akkor egy kicsit módosítjuk a szöveget, és megint próbálkozunk. Tehát az a baj, hogy ez is csak úgy alkalmas aláírásra, hogy többször nekifutással tudunk csak megfelelő aláírást generálni, de azért jobb az aránya, mint a McAllisnek. Másrészt pedig a Niederreiter gyorsabb. Tehát a kódolása az gyorsabb, mint a McAllisé, tehát ez az előnye is van. Úgyhogy ezt lehet csinálni, de mondom majd egy cikkek között, majd adok egy cikket, ahol a McAllisé is adtak olyan paraméter választást, ahol viszonylag jól lehet használni aláírásra is. Nos, hogy az elején említettem, az a rossz hírem van, hogy azért most már mocorognak ezzel a rendszerrel kapcsolatban is. Tehát csináltak olyan fejtési módszert, párhuzamosat, kihasználva erősen a párhuzamosítást, hogy 200 géppel nagyjából 7 alatt megfejtették az eredeti McAllis, tehát azokkal a paraméterekkel. Nyilván most nagyobbak a hossz, nagyobb a hossz, meg egyéb. De azért ez a 7 nap, ugye mindig úgy kell csinálni a dolgot, hogy olyan rendszert kell választani, ami legalább annyi idő alatt nem fejthető meg, amíg a titkosság érdekes. Na most hát 7 nap az azért már elég kicsike, szóval az nem igazán hosszú, ugye. Tehát az csak... Ez egy ilyen brute-force-os, vagy pedig van valami egyéb gyengesség az algoritmusnak, ami... Hát ők párhuzamosították a számításokat, és akkor annak... Le van írva az algoritmus, meg lehet nézni. Igen. Tehát benne van a cikkben, hogy hogyan csinálták meg. Négyes számú alapot. Jó, és akkor, ha minden... Igaz... Amiket most jelenek ilyen paramétereket, mint pont a Bernsteinék... Hát ott 2048 körül csinálják a hosszakat, meg egyedek, de mondom, az a baj, hogy most rá fognak szállni a McAllisre, akkor lehet, hogy kitalálnak még egy csomó egyéb. Nem biztos. Lehet, hogy aztán tényleg eleve jó a rendszer, de lehet, hogy aztán kitalálnak sok mindent. Na jó, tehát azt most fogom befejezni. Ezt úgy lettek, hogy az ilyen rács alapúaknál sokkal gyorsabban fejlődik a mögötte a matematika, és ott így nagyon beszélt látnak, hogy elbukik. Igen. Matematikailag. Igen. Na hát amivel, tehát ami kell a dologhoz, és amikor akkor legközelebb foglalkoznánk, ugye tehát hogyan tudunk prim-hatványelemi testet generálni, adott test fölött kell irreducibilis vagy négyzetmentes folyamot keresni, tehát ilyeneket arunk nézni, hogyan tudunk számolni véges testben, és aztán megint érdekes lehet ez a bizonyos memória futási idő cserearány, ugye vagy az a helyzet, hogy a művelettáblákat tároljuk, majd meg fogjuk nézni, akkor ugye nagy memória kell, vagy pedig minden alkalom újra kell számolgatni a dolgokat, akkor meg a futásidő lassú. Hát hál' Istennek azért a kettő között van egy elég jó arány, hogy nem kell a teljes művelettáblákat, hanem csak ilyen logaritmus táblákat, azok vektorok lesznek. Tehát nem a teljes nézetes táblákat kell, hanem egy vektorokat, tehát ezeket a logaritmus táblát. Meg amit kevesen, viszonylag kevesen ismerek, ezt a CEH logaritmust fogjuk megnézni a következő alkalommal. Jó, és akkor a végére elugrom gyorsan, mert ez majd a következő alkalommal lesz, csak van egy irodalomjegyzék. De hát ezt majd nyilvánossá teszem, tehát elküldöm, és akkor ezt bárki nézegetheti, hoppá. Na, menjünk vissza. Ja, most a végére? Csak nem látom, hogy szemüveg nélkül nem látom, hogy tudunk a végére menni, mert a szemüveg van, akkor aztán megtalálom a végét. Le kéne húzni ottan, igen, és akkor le tudom menni a végére. Jó. Jó, tehát van egy irodalom jegyzék, ott a McAllis eredeti cikke, Berle Kámpéknak ez, hogy MP teljes, aztán itt, hogy hogyan lehet, ugye, tehát a McAllist, hogy aláírást csináljon, és itt van ez a bizonyos fejtés, ugye, tehát a párhuzamosítási fejtés, akkor három könyvet ajánlok a kódolással kapcsolatban, és hát nagy képűség, saját magamat is ajánlom, de nem véletlenül, mert ha mindegyik, én eléggé megnézegettem, tehát véges testekben, meg a hibakorlátozásban, a GOPA kóddal kapcsolatban azért a legteljesebb leírást én nem láttam másoknál, tehát magyar nyelven. Tehát azért ajánlom magamat, mert úgy láttam, hogy ott a legteljesebb a dolog. Tehát ezek letölthetőek. Meg lehet nézni. Tehát ezt most én akkor majd, sőt, hát rajta van a gépen, ugye, ha minden igaz? Most, jó, hát akkor pedig, tehát akkor az irodalmi jegyzéket is meg lehet nézni, minden egyet meg lehet nézni. Nem titkosak, ahogy mondtam. Igen. Jó, akkor köszönöm a figyelmet, és akkor hát két hétben, akit érdekel a véges test fölött, hogy hogyan tudunk számolgatni, akkor azoknak szívesen elmondom. Jó? Oké, szmára. Köszönöm. Hát akkor... Tehát ugye múltkor a McAllis rendszerről beszélgettünk, ahhoz kell a bizonyos GOPA kód, tehát akkor kellenek hibakorlátozó kódok, és a hibakorlátozó kódok azok a véges testek fölött működnek.
hogy már múltkor is mondtam, ez egy ilyen előadás sorozat volt, és ott szépen egymásra épültek, tehát először a véges testeket tanulták meg a hallgatók, aztán utána jött a kódolás, úgy könnyebb a dolog, de most egy kicsit más irányban haladunk. Meg egyébként is a jelenlevőknek főleg azért kell, hogy be tudják programozni, gondolom, a dolgokat, ugye, tehát ahhoz kell. Tehát itt bizonyítások nem lesznek, csak maga a száraz tények. Tehát ugye mit kell tudni megcsinálni a dolgokhoz? Arról volt szó, hogy a GOPPA kódhoz egy valamilyen QAD emelemű test fölött kell keresni egy eredett fokú polinomot, amelyiknek nem gyökei, amiket mi előre megadtunk abban a testben, ugye megadtunk elemeket, hogy azok a polinomnak ne legyenek a gyökei. Tehát akkor szükség van először is valamilyen véges testre, de nem elegendő a prim számrendű sajnos, hanem annál nagyobb elemszámú, tehát prim hatványelem számú test. Tehát generálni kell valami prim hatványelemű testet. Aztán ugye arról volt szó, hogy utána kell keresni az adott test fölött egy irreducibilis, vagy pedig egy négyzetmentes polinomot. Ugye arról volt szó, hogy ha négyzetmentes, a két elemű test fölött csak ott, ha más testek fölött is lehet mondani, de milyen jó szép eredmény. Tehát, hogyha a két elemű test bővítése fölött van ez a GOPPA kód, akkor hogyha a polinom, amivel csináljuk, az négyzetmentes, akkor kétszer akkora lesz a kódnak a távolsága, tehát a hibajavító képessége kétszer akkora. Tehát ezért érdemes akkor négyzetmentes polinomot. Ha irreducibilis, akkor garantáltan négyzetmentes. A véges test fölött az mindig ilyen. Nem minden test fölött, de a véges test fölött igen. Aztán hát ugye számolni kell véges testben, arra szolgálnak megfelelő táblázatok, de a táblázatok rövidíthetőek, hogyha logaritmus táblát csinálunk meg, majd megnézzük ezt a bizonyos CEC logaritmus táblát, hát olyan táblázatokat lehet csinálni, mint amit a középiskolában használtunk, csak ennél egyszerűbbek lesznek azért a dolgok. Tehát ezekkel kellene foglalkozni valahogy. Most a véges testek persze nem az ilyen geometriai testekről van szó, hanem egy algebrai struktúra. A tipikus példája az a racionális számok, a valós számok, a komplex számok. Ugye mit lehet csinálni egy testben? Összeadni, szorozni. A összeadásnak is van neutrális eleme, tehát a nulla, ugye bármihez hozzáadom a nullát nem változik, szorzásnak is van az egy. Az összeadásban minden elemnek van ellentétje, ugye az ötnek a mínusz öt például, szorzásban pedig minden nullától különböző elemnek van inverze. Hát nagyjából ezeket hívjuk testnek, és ezen kívül még azért, hogy el ne felejtsen, van egy nagyon fontos dolog, hogy az összeadást és a szorzást összekapcsolja a disztributivitás. Ugye be lehet szorozni, illetőleg ki lehet emelni, ugye, tehát erről szól a dolog. Most tehát akkor ugye műveletekről beszéltünk, a művelet általában n változós művelet, hogy van egy halmazunk, halmazból veszünk n rendezett elemet, és azokhoz hozzárendeljük ugyanennek a halmaznak egy elemét, ezt szoktuk szűkebb értelemben nem változós műveletnek nevezni. Lehet bővíteni is a dolgot, de nem érdemes. Hát egy példa például, 0-1 halmazon értelmezünk egy háromváltozós műveletet, ugye megadjuk a három változót, összes lehetséges kombinációját, 0-0-0-tól 1-1-1-ig, és megadjuk, hogy mi a műveletnek az eredménye. Hát ha valakinek jó a szeme, akkor észreveheti, hogy ez most például... Ja, nem látszik rendesen? Nem? Hát ez most éppen a többségi logika lenne, ahol legalább két darab egyes van, ott egyes a művelet eredménye, ahol meg csak egy darab egyes van, vagy nulla, pedig nulla. Nem látszik tényleg? Akkor jó színeket választott a gép, mert nem én választottam ezeket a színeket. Én színtévesztő vagyok, úgyhogy. Na, tehát akkor ez egy háromváltozós művelet, példának okáért. És a lényege egyébként az a dolgoknak, hogy véges halmaz fölötti minden egyes művelet az táblázattal megadható. Ugye a valós számokkal nem lehet megadni, mert ott végtelen sok elem van, de egy véges halmazon értelmezett művelet, megadjuk a táblázatot, és akkor megadtuk a műveletet. Másik kétváltozós művelet, illetve egy kétváltozós művelet, a közönséges vagy művelet, megadhatjuk úgy abban a formában, hogy az előbb, ugye 0, 0, 0, 1, stb., de megadhatjuk ilyen másfajta táblázatban is, a kétváltozó közül az egyiket a sorok indexelésére használjuk, a másikat meg az oszlopok indexelésére használjuk. És akkor kétváltozós műveleteket főleg ebben a formában fogunk megadni. Meg lehetne másikban is, de főleg ilyen formában adunk meg. Hát és akkor ismétlés, ezek a középiskolából ismertek, néha még az érettségén is szoktak ilyen csúnya kérdéseket föltenni. Ugye, tehát lehet szorzás vagy összeadás. Az asszociativitás az azt jelenti, hogy a műveleteket lehet akármilyen sorrendben elvégezni, hogyha asszociatív a művelet. Kommutativitás pedig, hogy a műveletben résztvevő elemeknek bármilyen sorrendjével ugyanazt az eredményt kapjuk. Ugye a neutrális elemről már volt szó, összeadásnál ezt nullával szoktuk jelölni, szorzásnál, hát többnyire egyel, én E-vel szoktam leggyakrabban jelölni az egységelemet. Van a zérus elem, az ritkábban szokott előfordulni, az mindent magába szív. Ugye bármivel megszorozzuk az zérus elemet, magát ezt az zérus elemet kapjuk. Ilyen a szorzásnál az összeadásnak a neutrális eleme. Ugye az összeadásban a nulla a neutrális elem, és a szorzásban az pedig zérus elem szerepét játssza. Most ha van neutrális elem,
és ahhoz van egy megfelelő A-vesztés, úgyhogy a szorzatuk az az egységelemet adja, akkor ez az inverz. Mondjuk 5-nek az inverz az 1/5, ugye a racionális számok esetében, tehát ilyen egyszerű a dolog. Összeadás esetében ellentetnek szoktuk mondani. Hát körülbelül ilyenekről beszélünk. Na tehát ahogy mondtam, ugye, hogyha véges a halmaz és egy binér művelet van, akkor az elemekkel indexeljük a sorokat, elemekkel indexeljük az oszlopokat, hát praktikus ugyanolyan sorrendben megadni őket, és akkor a keresztezésbe beírjuk a műveletnek az eredményét. Hogy mi lesz annak az adott műveletnek az eredménye. Ugye szépen itt látszik, hogy hogy néznek ki, és akkor a táblázat egyszer el kell készíteni, és onnan kezdve akkor már csak ki kell keresni az eredményt. A baj akkor van, amikor nagy a táblázat, és nincs helyünk. Akkor meg minden alkalommal újra ki kell számolni, ugye ezt a múltkor is már mondtam. Hát ez a bizonyos trade-off. Most ezek nagyon nem kellenek, csak hogy ha véletlenül elejtek ilyen szavakat, ugye binér művelet, hogyha egyetlen binér művelet van, amelyik asszociatív, az félcsoportnak hívják, ha még van egységelem is, meg inverz is, akkor csoport. A gyűrű az olyan, mint az egész számok, a legtipikusabb gyűrű az egész számok, ugye majdnem minden érvényes, csak az nem érvényes, hogy az egész számoknak nem szokott lenni a szorzása nézve inverze. Ugye ez 5-nek nincs inverze, mint egész szám, csak a racionális számként. És a test pedig, ahol van a nullától különböző elemeknek a szorzása nézve is inverze, és hát ugye nekünk a test a legfontosabb most jelen pillanatban. Egy véges test, amelyik véges sok elemet tartalmaz, és itt van egy példa, amelyik nem test, hangsúlyozni szeretném. Ugye a moduló 6 számolunk, az azt jelenti, hogy veszük a 0, 1, 2, 3, 4, 5-öket, és akkor összeadásnál, szorzásnál mindig csak a maradékot tekintjük. Összeadjuk, mondjuk 3 meg 4 az 7, a maradék a moduló 6, 1. Összeszorozunk 3 x 4, 12, és a maradék, akkor 0 lesz. Ugye? Tehát az a furcsaság van, ami az ember ugye hétköznapilag nem szokott hozzászokni, hogy két nem nulla elemnek a szorzata 0 lehet. Látszik a 3 x 2 például, ugye, az 0. Tehát ez akkor nem lehet test, mert egy testben minden elemnek, a nullától különböző elemnek van inverze, és akkor ugye a szorzat nem lehet úgy nulla, hogy egyik eleme sem nulla, mert az inverzével megszorozva a másik nulla kell, hogy legyen. Tehát ott nem fordulhat elő. Úgyhogy egy ilyen gyűrű, amelyik nem nullosztómentes, az biztos, hogy nem test. Viszont, hogyha hétre nézzük a dolgokat, akkor látható, hogy a szorzó táblában is ugye nem szerepel a nulla ott a szaggatott vonalon belül. Tehát csak a nullával való szorzásod nullát, két nem nulla elemnek a szorzata nem nulla. Tehát akkor a testben ennek mindig teljesülnie kell. Még egyet érdemes megfigyelni, hogy amennyiben testről van szó, akkor mind az összeadó táblán, ugye ez van bal oldalt, mind pedig a szorzó táblán, az van jobb oldalt, minden sorban, minden oszlopban, minden elem egyszer és csak is egyszer fordul elő. Ugye, hogyha megnézzük mondja a hárommal jelölt oszlopot, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2. A szorzásnál 0, 3, 6, 2, 5, 1, 4, mindegyik egyszer és csak is egyszer fordul elő. Ez a test esetében mindig így kell, hogy legyen. Ez bizonyos szempontból sokszor megkönnyíti a dolgunkat. Most hát, ahogy mondtam, a maradékokkal végezzük. A maradékolással való számolás az akkor és csak akkor a testet, amennyiben a modulus, amire a maradékot képezzük, prímszám. Ugye, ha nem prímszám, akkor könnyű belátni, hogy akkor az nem lehet test, a másik az egy picit nehezebb lenne, nem is nézzük. Ha az M egy összetett szám, mondjuk 6, 2x3, akkor sem a 2, sem a 3 nem nulla, de a szorzatuk 6, és ennek a maradéka nulla lesz. Tehát ha összetett szám, akkor biztos, hogy nem kaphatunk testet, mondom azt meg, nem túl nehéz, de hát most azért nem foglalkozunk vele, azt be lehet bizonyítani, hogyha viszont a P egy prím szám, akkor ez a maradékkal való számolás, ez testet fog adni, és akkor van is egy véges testünk, sőt, akkor már végtelen sok véges testünk van, mert minden prím számhoz tartozik egy ilyen. Akkor az alapkérdés, hogy van-e más véges test, hogyha van, akkor azonos elemszámok azok különbözőek lehetnek-e, vagy nem. Hát az a szerencsénk, hallgatóknak persze mindig kevésbé szerencse, hogy vannak más véges testek is, csak hogyan lehet akkor ezeket megcsinálni, tehát hogyan kapjuk meg a véges testeket. K-val jelölök egy testet általában, és akkor veszünk egy polinomot. Hát mint a középiskolában volt az AX nézet plusz BX plusz C, ugye? Tehát ezek a polinomok, lehet több tagjuk is, mondjuk N tagja van, akkor nulla-tól N-ig. A is X az ijedikeneket adjuk össze, ezt hívjuk polinomnak, és akkor K feletti polinom, és akkor ez egy legfeljebb N-et fokú polinom, pontosan N-et fokú akkor, hogyha az AN, tehát a legmagasabb fokú tagnak az együtthatója nem nulla, akkor pontosan N-et fokú. De hát írhatjuk úgy is, hogy az nulla legyen, és akkor legfeljebb n-et fokú lesz a polinom. De most ugye ebből az következik, hogy, ja, és akkor, hogyha ez az an nem nulla, akkor azt mondjuk, a polinomnak a foka n, egyébként még azt mondjuk, hogy legfeljebb n-et fokú. Viszont ebből az következik, hogy a null polinomnak nincs foka. Ugye, mert
azt mondtuk, hogy akkor n-fokú, hogyha ez a bizonyos legmagasabb fogtag együtthat olyan m0, de a null polinomban nincs ilyen. Most megjegyzem, hogy nagyon sokszor szokták úgy definiálni, hogy mínusz végtelen a null polinomnak a foka, lehetne úgy is definiálni, én megmaradok annál, hogy nincs foka, teljesen mindegy végeredményben véve a dolog, minden másnak van foka. Jó, tehát van a null polinom, van a konstans polinom, amelyikben csak az a0 nem nulla, esetleg az összes többi nulla, akkor a null polinom az ilyen, meg hát a minden nullától különböző konstansa van egy konstans polinom, és azoknak a foka nulla. Tehát a nullától különböző konstans polinomoknak. Polinomokat össze tudjuk adni, úgyhogy az együtthatókat összeadjuk, a szorzás az nehezebb. Ugye úgy kell elképzelni a polinomok szorzását, hogy minden tagot minden taggal megszorzunk. És akkor az azt jelenti, hogy ugye x a k adikon szorozunk x az elledikennel, akkor abból kapunk x a k plusz elledikent. Na de mondjuk 6-ot fokút kaphatunk úgy, hogy egy 0-at fokút 6-ot fokúval szorozunk, első fokút 5-öt fokúval, másod fokút 4-et fokúval, és így tovább. És akkor ezeket, hogyha összevonjuk, akkor kapjuk meg a polinomot. Úgyhogy tehát a szorzásnál a szorzatban a k-indexű tagnak az együtt hatóját az egy olyan összeg lesz, hogy az egyikben ugye egyre nagyobb és nagyobb indexek szerepelnek, a másikhoz pedig egyre kisebb és kisebb indexek. Azokat kell összeszorozni, és azokat adjuk össze. Most a test fölötti polinom esetében a szorzat is akkor és csak akkor lesz null polinom, hogyha legalább az egyik tényezője nulla, és a szorzat foka a tényezők fokszámának az összege. Ez az irreducibilitás szempontjából érdekes lehet majd, mert hogy akkor milyen polinomokat lehet egyáltalán felbontani. Na most, ugye a polinom gyűrű az nem lesz test, általában nincs inverze a polinomoknak, kivéve a konstans polinomokat. Tehát ha nem nulla, a konstans polinomoknak van inverze, semmilyen nullánál nagyobb fokú polinomnak nem lehet inverze. Miért nem? Ugye az inverznek az egyet kellene kiadnia, az egy nullat fokú polinom. A két polinom szorzata, ahogy mondtuk, az a fokszámok összege. Akkor nullát kellene, hogy adjon egy pozitív fokszám, meg egy másik nem negatív fokszám. Az nem fog menni, ugye? Mert az inverznek is nem negatív fokszámúnak kellene lennie. Tehát ebből kifolyólag nullánál nagyobb fokszámú polinomnak nem lehet inverze, tehát ez csak egy gyűrűt ad. Viszont azért osztást lehet végezni, az úgynevezett maradékos osztást tudjuk elvégezni. Addig vonunk, hát tulajdonképpen az osztás az egy kivonás, addig vonunk ki, amíg a maradék egy alacsonyabb fokszámú nem lesz, mint amit osztottunk vele, és akkor kapunk egy hányadost, meg egy maradékot. Bizonyítható, hogy a hányados és a maradék is egyértelműen van meghatározva. Tehát nem lehet két különböző eredménye ennek a maradékos osztásnak. Most ezek fontosak lesznek itten nekünk, hát fölidézném, hogy az általiskolában megtanultunk osztani, hogyan is osztunk, ugye? Úgy osztunk, hogy 769-et, 76-ot osztjuk, de az az igazság, hogy tulajdonképpen a 760-at osztjuk el. Ugye, tehát nem a 76-ot, hanem a 760-at osztjuk el, és akkor ugye kaptunk maradékul, hogyha ugye 2×31 az 62, ugye azt le kell vonni a 76-ból, marad 14, de valójában a 769-et osztjuk, tehát a maradék az nem a 14 lesz, hanem a 149 lesz a maradék, és akkor azzal folytatjuk a dolgot. Na, csak azért hoztam föl példának, mert a polinomok osztásánál ugyanezt az elvet fogjuk követni. Hogyha el kell osztani két polinomot egymással, akkor a legmagasabb fokú tagot osztjuk a legmagasabb fokú taggal. Ugye itt a legmagasabb fokú tag az 3x az ötödiken. A felülhúzás azért van, mert a maradékokat jelöljük. Tehát ugye majd aztán a végén elhagyom a felülhúzást. Tehát itt úgy kell elképzelni, hogy nem a számok vannak, hanem a számoknak mindig a maradékai vannak, és ugye maradékosztályok vannak. Tehát azért vannak felülhúzva. Jó, tehát ugye a 3x az ötödikent akarjuk elosztani az 5x a harmadikonnal, akkor az azt jelenti, hogy 3/5x négyzetet kapunk. Ugye az lesz a hányados. És mi is csináltunk az egész számoknál az osztás, mert ugye megvolt egy hányados, akkor az osztót megszoroztuk a hányadossal, és kivontuk a szorzatot az osztandóból. Itt is azt kell csinálni. Ugye tehát az azt jelenti, hogy kaptunk 3/5x négyzetent, azzal megszorozzuk a teljes polinomot, ugye? Tehát azt az 5x a köbön plusz 2x négyzet plusz 3-at, és azt kivonjuk az eredetiből. Jó, tehát ott van az eredeti f polinom, ott van 3/5x négyzet és a g polinom, összeszorozzuk, kivonjuk, és akkor garantáltan alacsonyabb fokszámú polinomot kapunk. Ugye, mert úgy osztottunk, hogy ez ki fog majd esni, a legmagasabb fokú tag. És akkor ez azt jelenti, hogy véges sok lépés után biztos, garantált, hogy az osztó polinomnál alacsonyabb fokszámú maradékunk fog keletkezni. Tehát véges sok lépés után megkapjuk a maradékot, mert innen kezdve aztán veszük a következő lépésben ugyanezt. Tehát ugyanezt kell csinálni. Hát itt szépen
részletekben megvan, de hát nem különösebben érdekes a dolog, tehát egymás után, és a legvégén kapunk, ugye az osztópolinom az egy harmadfokú volt, a végén kapunk egy maradékot, 6x négyzet plusz 3x plusz 5. És megvan a hányados polinom is, azt mondja, hogy a hányados polinom az ott van, ugye a 3/5 x négyzet plusz 3/5 x plusz 3/5. Jó, csak így néz ki a dolog. Na most a 3/5 az... Melyik testben csináltuk ezt a dolgot? Gondolom, hogy a 7 elemi test fölött csináltuk, feltételezem. Igen, a 7 elemi test fölött. A 3/5, ugye akkor az a testnek egy eleme, meg kell nézni, hogy melyik az az elem, amelyiket 5-tel szorozva éppen 3-at ad. És az, ha minden igaz, akkor a 2, mert 5x2 10, és annak a 7-tel való maradéka 3. Ugye? Tehát a 3/5 az megfelel a 7 elemi testben a 2-nek. Véges testekben az a szép, hogy minden tört egy egész értéknek felel meg, tehát ott nem lesznek törtek tulajdonképpen, mert mindig megfelel egy egésznek. Egyébként könnyen meg lehet, ki lehet számolgatni, addig adunk hozzá a 3-hoz 7-et, amíg 5-tel osztható nem számot kapunk, most rögtön kapjuk, 3-hoz hozzáadjuk a 7-et, az 10, és az osztva 5-tel, akkor 2-t kapunk. Tehát így lehet gyorsan számolgatni ilyen maradékokkal. De hát az ember egy keveset csinál, akkor rutinja lesz az ilyen maradékokkal való számolásban, tehát ez nem egy különösen bonyolult, hát így lehet szépen tömören, most ezt számítógében ugyanígy kell megcsinálni. Ugye lehet helyben osztani. Tehát megvan az osztandó polinom, és akkor annak a helyén keletkezhet a hányados és meg a maradék is. Így szépen shiftelgetünk benne, és ugyanazon a helyen keletkezik a hányados és meg a maradék is. Jó, hogyha a maradék nulla, akkor osztó, akkor osztója, és akkor az a többszörös, tehát akkor a G osztója F-nek, F pedig a G-nek a többszöröse, és vannak az olyan elemek, amelyek minden más elemnek osztói, ezek a nem nulla konstans polinomok, ezeket egységeknek hívjuk, ezek és csak ezek az egységek. Na most, ami nekünk kell, ugye a felbonthatóság meg a felbonthatatlanság. Az oszthatóság szempontjából gyűrűkben, ugye az egész számok mindig a példa. Tehát ott az oszthatóságot ott lehet szépen mindig vizsgálgatni, és akkor minden gyűrűben ugyanez van. Ugye az egész számok körében van a nulla, a nulla, az egy van. Az egész számok körében van az egy meg a mínusz egy, azok, amelyek mindennek osztói, tehát ők az egységek. És aztán az összes többi szám az vagy olyan, hogy előáll két nála kisebb egész szám szorzataként, vagy nem lehet előállítani két nála kisebb egész szám szorzataként. És akkor ez a négy osztály van. Van a nulla, az egységek, vannak a felbonthatatlanok, amelyeket nem tudunk náluk kisebbek szorzataként előállítani, és vannak a felbonthatóak. Ugye a felbonthatatlan azok a prím számok, törzs számok. A fogalom nem teljesen ugyanaz, de a mi szempontunkból azért ez jó. Tehát amik a törzs számok, prím számok, azok a felbonthatatlan elemek. Na most a felbonthatóság a testek a polinomok esetében ugyanez, tehát ugye van a null polinom, vannak a nem nulla konstans polinomok az egységek, és minden legalább elsőfokú polinom az vagy felbonthatatlan, vagy felbontható. De nagyon fontos, és ez tényleg fontos, hogy a felbonthatóság az mindig egy adott testre vonatkozik. Mondjuk például, hogyha nézzük az x négyzet plusz 1 polinomot, ezt nem tudjuk fölírni két elsőfokú valós együtthatós polinom szorzataként. Tehát a valós számok teste fölött ez egy felbonthatatlan polinom, de a komplex számok teste fölött meg felbontható, mert x plusz i szer x minusz i. Vagy mondjuk az x négyzet mínusz 2. A racionális számok teste felett ez felbonthatatlan. De a valós számok teste fölött x mínusz gyök 2 szer x plusz gyök 2 például. Tehát mindig adott teste vonatkozik, hogy felbontható-e vagy nem. Persze, ha egy test fölött már felbontható, akkor minden nála bővebb test fölött is felbontható. Akkor a szőr felé már nem romlik el a helyzet. Jó, tehát ez most kell, ugye, mert hát felbonthatatlan polinomokról lesz szó. Meg hát ugye a testeket akarjuk bővíteni, tehát hogyha van egy test, és annak egy részhalmaza az olyan, hogy bármely két elemnek a különbségét is, meg a szorzatát is tartalmazza, akkor az egy résztest. Részteste. Valós számoknak részteste a racionális számok teste. Komplex számoknak részteste a valós számok teste például. Ugye? Tehát ezek résztestek. De másként is szoktuk ezt mondani, azt is mondjuk, hogy a nagyobb test az a bővítése a szűkebb testnek. Ugyanazt a fogalmat fejezzük ki, de a testelméletben gyakrabban szoktuk a bővítést említeni, mint azt, hogy részes, de azért a két fogalom az teljesen ugyanaz. Jó? Tehát akkor ezekkel kell majd foglalkoznunk, az ilyenekkel. Most a középiskolában azt is látta mindenki, hogy voltak ugye másodfokú egyenletek, és akkor diszkrimináns negatív volt, akkor ugye mit kellett mondani? Nem azt kellett mondani, hogy nincs gyöke, hanem hogy a valós számok körében ugye nincs gyöke a polinomnak, az adott egyenletnek. De hát akkor lehetett persze ugye bővíteni a valós számok testét a komplex számok testével, és akkor ott már volt gyöke példának okáért. Na most igazolhat, hogy akármilyen test van,
Akármilyen polinom van ezen test fölött, mindig lehet találni olyan bővebb testet, amelyben ennek a polinomnak már annyi gyöke van, amennyi a fokszáma a polinomnak. Tehát van ilyen úgynevezett felbontási teste, tehát kellőképpen tudjuk bővíteni a testet úgy, hogy a fölött már elsőfokú tényezők szorzatára lehet bontani a polinomot. Véges testek esetében ez majd egyszerűbb lesz, mert a véges testeknél, hogyha van egy irreducibilis polinomunk, és azt úgy bővítjük, hogy egy gyöke benne legyen a bővebb testben, akkor az már tartalmazni fogja az összes gyökét. A valós számok esetében ez nem így van, hogyha valaki megnézi az x-akövön mínusz 2 polinomot, annak ugye, mint racionális együtthatós polinomot, annak 3 gyöke van, egy valós, meg 2 komplex. Tehát, hogyha csak a valós gyökkel bővítek, az nem fogja tartalmazni a 2 komplex gyököt például. De a véges testek esetében sokkal jobb a helyzet. Tehát ott egy gyököt tartalmaz, akkor már mindegyiket fogja tartalmazni. Na most a valós számok teste fölött, meg a komplex számok teste fölött a felbonthatatlanság az könnyű. A komplex számok teste fölött az elsőfokúak és csak az elsőfokúak felbonthatatlanok. Ez az algebra alaptétele, Gauss, ugye ő a régi görögök is már tudták, hát a matematikán az egyik ilyen sarokpont az Gauss, ő bizonyította amikor 17 éves korában vagy mikor, ez elég fiatal korában, hogy akármilyen komplex együtthatós, legalább elsőfokú polinomnak van komplex gyöke. Ha van komplex gyöke, abból következik, hogy minden gyöke komplex, tehát ott lesz benne a komplex számok testében, ezért ott csak az elsőfokúak felbonthatatlanok, valós számok teste fölött az elsőfokúak, meg a negatív diszkriminánsú másodfokúak, minden más felbontható, a véges testek fölött akármilyen nagy n-re van felbonthatatlan polinom. De ez most jó nekünk, kivételesen, mert azzal tudunk nagyobb testeket csinálni. Tehát a véges testek fölött, hogyha mondok egy n-et, mondjuk 128, és van a 7 elemű test, akkor a 7 elemű test fölött garantáltan van legalább egy, de több mint egy 128-at fokú felbonthatatlan polinom. Mármint a 7 elemű test fölött felbonthatatlan polinom. Csak az a kérdés, hogy hogy tudjuk majd ezeket megkeresni, és mit tudunk ezekkel csinálni. Na most ezek azért fontosak, mert hogyha tehát találunk egy ilyen felbonthatatlan polinomot, akkor tekintjük, tehát van a ZP, ugye azt tudjuk, hogy az test, hogyha P egy prim szám, tehát az egy test, találunk fölött egy n-et fokú irreducibilis polinomot, akkor ha tekintjük a ZP fölött a legfeljebb n-1-et fokú polinomot, azok úgy viselkednek, mint egy pi az n-dik n elemű test, hogyha az összeadást meg a szorzást maradékos osztással végezzük. Összeadásnál nem is kell maradékolni, mert két polinomnak az összege nem lehet magasabb fokú, mint a nagyobb fokú, tehát ott nem kell maradékolni, de a szorzásnál természetesen ugye lehet, hogy annál a bizonyos n-et fokú f polinomnál magasabb fokszám polinom lesz a szorzat, és akkor venni kell a maradékot. És ennyi az egész, akkor megkaptunk egy véges testet. Tehát, hogyha n-et fokú volt az irreducibilis polinom, és zp fölött néztük, akkor lesz egy piad n-elemű testünk. Tehát így lehet generálni egy piad n-elemű testet, és akkor ezzel készen is lennénk. Na most azért, hogy ne keverjük össze a dolgokat, ezért aztán ugye a legfeljebb n-1-et fokú polinomok, hát úgy nézni, hogy a i-szer x az i-ediken, az x helyére egy u betűt fogok én bevezetni általában, hogy ne keverjük össze. Ez az u lesz az az új elem, ami nem szerepelt az EP-ben, és amellyel kibővítve a testet, megkapjuk ezt a piad n-elemű testet. Most akik komplex számot ugye egyetemen ilyen szoktak tanítani, ismerjük, hát ott ugyanezt csináljuk, ugye az x négyzet plusz egy polinommal csináljuk a komplex számokat. Tehát van a valós számok teste, ugye a valós számok testében nincs az x négyzet plusz egy polinomnak gyöke, bővítjük a valós számok testét ennek az x négyzet plusz egy polinomnak a gyökével, az i-vel, de akkor még nincs i. Mik lesznek a testnek az elemei? A legfeljebb elsőfokú polinomok. Legfeljebb elsőfokú valós polinomok, tehát az ax plusz b alakú polinomok. És az x-et i-vel helyettesítjük, és akkor úgy fog kérdezni, hogy ax plusz b, és megkaptuk a komplex számokat. Tehát pontosan ugyanerről szól a dolog. Tehát ugye az x helyére, hogyha út írok, akkor már is felejthetjük, hogy itt valamikor polinomok voltak. Példának okáért ugye vesszük a n egyenlő 3-at a két elemű test fölött, és akkor belátható, hogy az x a kövön plusz x plusz 1 az egy felbonthatatlan, tehát irreducibilis polinom a két elemű test fölött, mert sem a nulla, sem az egy nem gyöke, ugye nullát helyettesítve egyet kapunk, egyet helyettesítve a két elemű test fölött egyet kapunk, ugye egy meg egy az 3, de a két elemű test fölött egy, és ezt azért ki akarom hangsúlyozni, hogy ez csak másod és harmadfokú polinom esetében igaz, annál nagyobb esetben nem igaz, de itt igaz, hogy ha nincs gyöke, akkor felbonthatatlan. Negyedfokúnál már nem igaz. De harmadfokúnál még igaz. Tehát mivel nem volt neki gyöke az adott testben, ezért ő felbonthatatlan.
És akkor tekintjük ugye a legfeljebb másodfokú polinomokat. Hogy néznek ki? 0, 1, x, a helyére írtuk az út, x plusz 1, ugye a helyet írtuk az út, u plusz 1, x négyzet, x négyzet plusz 1, x négyzet plusz x, x négyzet plusz x plusz 1. És akkor megkaptuk a 8 elemű testet. Tehát van egy 8 elemű testünk, mert ugye p egyenlő 2, n egyenlő 3, 2 a harmadikon az 8, és van egy 8 elemű testünk. És most ebben kell számolni. Most ezeket elneveztem A, B, C, D, E, F, G, H-nak, és akkor ezekkel fogunk számolni. Úgy fogunk számolni, hogy a polinomokat összeadjuk, és megnézzük, hogy mi az eredmény. Mondjuk, hogyha össze akarjuk adni a D-t meg a G-t, akkor ugye van U plusz 1, az a D, U négyzet plusz U az a G, összeadjuk akkor U négyzet plusz U plusz U plusz 1, de az U plusz U az nulla, mert a két elemű testben ugye 1 meg 1 az nulla. Tehát akkor eredményül azt kapjuk, hogy ez U négyzet plusz 1, és megnézzük, az U négyzet plusz 1 az az F. És megvan az összeadó táblánk. Szorzás, ugyanez, hogyha ugye össze akarjuk szorozni, csak akkor utána majd mindjárt megnézzük, hogy lesz egy kis probléma. Tehát, hogyha össze akarjuk szorozni a D-t és a G-t, ugye akkor összeszorozzuk, U négyzet plusz U szor U plusz 1, akkor lesz U a köbön, aztán lesz olyan, hogy U négyzet meg U négyzet, az kiesik meg U, ugye? Tehát a U a köbön plusz U lesz, ha jól számoltam. De az U a köbön az nem szerepel sehol. Ja, az nem szerepel. Na de, ugye arról volt szó, hogy maradékolnunk kell. Na most, hogyha megnézzük, ugye az x a köbön plusz x plusz 1-be a út helyettesítünk az u a köbön plusz u plusz 1, és az, u a köbön, az x a köbön plusz x plusz 1-nek a maradéka, ha elosztjuk az x a köbön plusz x plusz 1-jel, azért nulla. Hát saját magával osztjuk, akkor a maradék nulla lesz. Vagyis, hogyha az u a köbön plusz u plusz 1-et tekintjük, akkor annak az u a nulla helye. Tehát u a köbön plusz u plusz 1 az nulla lesz ebben a testben, mert a maradék az nulla. Ugye? És hogyha az u a köbben plusz u plusz 1 nulla, akkor átírva az u a köbbenből ugye átrendezzük, u a köbben egyenlő mínusz u mínusz 1, de a kételemű testben 1 meg 1 az nulla, ebből következik, hogy a mínusz 1 az 1, ugye? Kételemű test esetén csak akkor, mínusz 1 az ugyanannyi, mint az 1, tehát akkor az u plusz 1 lesz, akkor megvan az u a köbben, és akkor most már ki tudjuk számolni. Ja, innen megvan az u a negyediken is, és így tovább mindent ki tudunk most már számolni. Tehát azt az egyet kell tudni a szorzáshoz, hogy az x a köbön plusz x plusz 1 polinommal bővítettünk, és az x helyre u-t írtunk, akkor az u a köbön plusz u plusz 1 az a nulla lesz. És akkor innen megkapjuk mindig az u a köbönt, n-et fokú polinom esetében az u az n-ediken. És akkor összeszoroztuk tehát a d-szer g-t, ugye, összeszoroztuk a d-szer g-t valahol, tudom én. Ja, az f-szer g-t szoroztuk össze, valamiért, nem tudom miért, összeszoroztuk. Ugye ott u a negyediken, ja azért, hogy negyediken is legyen benne, azért igen. Tehát ugye u a negyediken, u a köbben, u négyzet plusz u. U a harmadikon az megvolt, ugye u plusz 1, az u a negyediken úgy kapjuk, hogy u-val szoroztunk, akkor az ugye u négyzet plusz u. Az u az ötödikent azt úgy kapjuk, hogy az u a negyediken szorozzuk, ott akkor ugye megint bejön, hogy u a köbben, de az u a köbben megint tudjuk helyettesíteni. Tehát mindig legfeljebb másodfokú polinomot fogunk kapni. Ugye mindig legfeljebb másodfokú polinomot kapunk, akkor f szer g-t szépen kiszámoljuk, azt kapjuk az u plusz 1, és megint leolvassuk, hogy az d-vel egyenlő. És megvan az összeadás és a szorzás is, itt az összeadó meg a szorzó tábla. Nem egyszerűbb azt mondani, hogy ez ugyanaz a maradékos osztás, mint az előtt. Tessék? Ez, hogy ez a maradékos osztásból a maradék. Persze. Igen. Igen. Ja persze, hát világos. Nem csak, hogy jön ki. Persze. Jó, tehát akkor... És azért egy fontos, hogy ez a bizonyos, ugye, hogyha a generál polinomba helyettünk, akkor annak nullának kell lennie, ugye, tehát az a nulla. Szóval, tehát itt van akkor az összeadó. Szóval megint megnézhetjük, hogy minden sorban, minden oszlopban, minden elme egyszer is csak is egyszer szerepel. Ugye, hogy annak testben lennie is kell. Na most még egy érdekes dologot megnézhetünk, ami már nem olyan magától értetődő, a hétköznapi életben ez nem olyan megszokott dolog. Ugye nyilvánvaló, hogyha megnézik mondjuk az E-szer H-nak a négyzetét, az ugyanaz, mint az E négyzet szer H négyzet. Hát ez teljesen triviális, de az az érdekes, hogy az E plusz H-nak a négyzete, ugye E plusz H, leolvastuk ugye az E sorában, hát az D, az a D négyzet, a D négyzetet leolvastuk, az az F-fel egyenlő. Most ha megnézzük az E négyzetet, meg a H négyzetet, ugye az E négyzet az G-vel egyenlő, a H négyzet D-vel, összeadjuk a G-t meg a D-t, az is F. És azért az már nem hétköznapi, hogy A plusz B-nek a négyzete az A négyzet plusz B négyzet. Mert ugye ahhoz szoktunk, hogy az A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet. Hát igen, jó. De ez minden véges test esetében nem csak a kettőre igaz, hanem ugye majd mindjárt kiderül, hogy még nagyobb hatványokra is. Tehát, hogyha a Q elemű testet nézzük majd, ugye, tehát akármilyen Q elemű testet nézünk,
akkor ott az összegre is teljesül ez, hogy, hogy A plusz B a Q az n-ediken, az egyenlő A Q az n-ediken plusz B a Q az n-ediken, tehát ez egy speciális tulajdonság. Aki a Fermat tételt ismeri, kis Fermat tételt, ilyen módon találta ki Fermat a tételét annak idején. Tehát ő ezt vette észre, ezt a dolgot. Jó, hát akkor most nézzük a 9 elemű testet, ugyanígy ott vagy a x négyzet plusz x plusz 2 egy felbonthatatlan. Ugye akkor egy másodfokú 3 elemű test fölött, akkor kapunk egy 9 elemű testet. És akkor ezt azért hoztam, mert akkor nézzük meg most ebben a testben például a G elemet, és nézzük annak a hatványait. Ugye G a nulladikon, minden elemnek a nulladik hatványa az 1, nálunk az 1, ugye az az egységelem, a szorzásnak az egységelem, ugyanazok az elemek vannak, mint a tetején vannak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, tehát a B az egységelem. Ugye onnan is látszik, hogy B egyenlő 1. Tehát az az egységelemünk, G a nulladikon B, G az első, az persze G, G négyzet, leolvassuk, hogy G négyzet egyenlő ugye H-val, akkor a G a köbön az G szer H, és így tovább, tehát szépen leolvassuk. Az a lényeg, hogyha megnézzük, akkor minden nullától különböző elem, tehát A-tól különböző elem egyszer és csak is egyszer előfordul. Tehát ha veszük ennek a G elemnek a hatványait, akkor azok kiadják az a test összes nem nulla elemét. Nos, ez minden véges testben lehet találni ilyen elemet, nem mindegyik ilyen. Ugye, ha megnézzük, akkor ebben a testben, példának okáért, nem tudom, hogy a D az ilyen lesz, azt mondja, hogy azt kell megnézni, a négyzete az legyen egyenlő a C-vel, tehát mondjuk a négyzete az C-vel egyenlő, tehát a főátlóban C az F például. Tehát ha megnézzük az F-et, az F négyzet az ugye egyenlő C-vel, és a C négyzet, tehát az F-nek a negyedik hatványa az már az egyel egyenlő. Tehát nem a nyolcadik hatványa. Tehát akkor olyan könnyebb, hogy a G négyzet az H, és akkor nyilván... Ja, azt is lehetett volna, úgy is lehetett volna. Igen, igen, ott is lehetett volna megnézni. Tehát nem minden elem ilyen, meg lehetne a pontos számukat is adni. Az a lényeg, hogy minden véges testben van ilyen elem, ezt a véges test primitív elemének hívjuk. És ez azért nagyon fontos, mert akkor lehet csinálni logaritmus táblát. És akkor a szorzáshoz nem kell egy ekkora táblázatot tárolni. Ugye, mert az azt jelenti, hogy ha megnézzük például, össze akarjuk szorozni, mit tudom én, a H-t meg az F-et, akkor a H az a G négyzet, az F az a G a hatodikon, akkor a kettő szorzat az a G a nyolcadikon, venni kell moduló 8, tehát a maradékot 8, az 0 lesz, és az B-vel kell, hogy egyenlő legyen. Hát a H szor F, ha megnézzük, a H szor F az tényleg B-vel egyenlő, ugye a táblázat szerint. Ugye négyzet tábla helyett, tehát egy Q elemű test esetén egy Q négyzet méretű tábla helyett elegendő egy Q méretű vektor tárolni. Ezek szerint csak a szorzást el tudtuk intézni. Ehhez akkor egy logaritmus táblát kell összeállítanunk. Hát itt meg volt, most meg lehet nézni a B-nek 0, C-nek 4 és így tovább. És számolás szempontjából praktikus az inverse táblát is tárolni, ugye, hogy ne kelljen mindig végignyálazni, hanem közvetlenül lehessen lekikeresni, az meg az antilog tábla. Nos, akkor a szorzást azt elintéztük, hogy most már akkor egy sokkal kisebb táblázattal meg tudjuk oldani a dolgokat. Az összeadás az nem ilyen egyszerű. Ugye összeadást azt nem lehet logaritmus táblával megcsinálni, de a véges testekben szépen kitalálták, hogy visszavezethető azért az összeadás is egy ilyen logaritmus táblára. Azt mondja, hogy... ja, csak még arról volt szó, hogy nem minden elem ilyen. Ugye ott az szerepelt, hogy van olyan elem. Igen. Ja, egyre fel akarom hívni a figyelmet azért valamire, hogyha számolnak, tehát hogyha ténylegesen csinálnak ilyen. Most ugye az a helyzet, hogy a x a köbben, x4 plusz x plusz 2 polinomnak a gyöke az a bizonyos u volt. Ugye az a konstansok után az első elem. Azzal bővítettünk. És maga a d is ilyen, ha megnézzük, a d is ilyen primitív elem. Tehát ő is egy primitív elem lenne. De az az igazság, hogy sajnos ez nem mindig igaz, tehát az nem mindig igaz, hogy annak a polinomnak a gyöke, amelyikkel bővítünk, az primitív elem. Például az x négyzet plusz 1 polinom is irreducibilis a három elemű test fölött. Azt mondja, hogy az x négyzet plusz 1 polinom, hol vagyunk? Valahol, tehát valahol szerepelt. Ja igen, itt alul. Tehát az x négyzet plusz 1 is, mert ugye nullát, egyet, mínusz egyet helyettesítve egyik sem gyöke a polinomnak, tehát ez is irreducibilis. De ennek a gyöke nem primitív elem, mert ennek ugye az azt jelenti, hogy a U négyzet az egyenlő mínusz egyel, és akkor az U negyediken egyenlő már egyel. És nem a nyolcadik hatványa lesz egyenlő egyel.
Tehát, hogyha az ember talál egy irreducibilis polinomot, és annak a gyökével bővíti a ZP-t, és kap egy véges testet, sajnos nem biztos, hogy a bővítő elem lesz közvetlenül a primitív elem, akkor meg kell keresni egy primitív elemet, ahhoz, hogy a logaritmus táblát meg tudjuk csinálni. Jó, tehát ezt ki kell keresni. Jó, tehát itt a trade-off, ugye arról szól a dolog, a memória futásidő, azzal nem akarok foglalkozni, hanem akkor nézzük az összeadást, hogy hogyan lehet az összeadást is visszavezetni arra, hogy csak egy vektort kelljen tárolni, ne pedig egy négyzetes táblát. Azért egy picit macerásabb. Ugye össze akarjuk adni az út meg a v-t. Hogyha az u nulla, akkor készen vagyunk, mert akkor az összeg a v-vel egyenlő. Ha viszont az u nem nulla, akkor ki tudjuk emelni. Ugye, és akkor marad az 1, az e, ugye az e-vel jelölöm általában az egységelemet. Hát kicsit zavaró, mert ott nem az az e-ről szól a dolog. Bocsánat, tehát most én hunyó vagyok ez esetben. Tehát most itt az e az az egységelemet jelenti, nem pedig azt, ami ott a táblázatban van. Tehát ugye lenne az egységelem, plusz u a mínusz egyediken szer v, és akkor az a vv. Na most, hogyha ez az u, e plusz vv, ami t, ez nem nulla, akkor annak létezik a logaritmusa. Ugye akkor ő a primitív elemnek valamelyik hatványa. Meg lehet adni, hogy hanyadik hatványa. És akkor ezek után az összeadás, ha megnézzük, vissza tudjuk úgy vezetni, hogy tehát akarjuk az u plusz v-t kiszámolni, akkor ugye kiemeltük az út, tehát lesz egy szorzat, akkor ugye a logaritmusok összegét kapjuk, tehát az u logaritmusát, plusz az e plusz vv-nek a logaritmusát, és akkor csak az e plusz vv logaritmusát kell még tárolnunk. Tehát ha minden egyes vevé elemhez megadjuk, hogy az e plusz vevének mi a logaritmusa, akkor visszavezettük az összeadást a szorzásra. Tehát ez lesz az úgynevezett szek logaritmus. Egyetlen elemnek nem lesz szek logaritmusa, a mínusz e-nek, mert ugye az e plusz mínusz e az nulla, és a nullának nincs logaritmusa. És akkor ilyen módon tehát ezzel a szek logaritmussal az összeadást is egy vektorral tudjuk megcsinálni. Azt mondja, hogy ott van egy dolog, tehát ugye az u plusz v-t akarjuk kiszámolni, erre alapú logaritmusra, ugye veszük az u-nak a logaritmusát, és venni kell, mi is volt ottan, ugye az u-ád mínusz 1 szer v, hát a logaritmusnál, ja, azt elfértem mondani, ugyanúgy számunk a logaritmusra, mint a középiskolában. Egyetlen egy eltérés van, hogy a maradékot kell venni mindig, ugye q mínusz 1-jel maradékot, de ugyanis szorzat logaritmusa a logaritmusok összege, hatvány logaritmusa az a logaritmus szorozva a kitevővel, hányados logaritmusa a logaritmusok különbsége. Tehát pontosan ugyanúgy kell számolni. És ezért aztán ugye ott volt a u ad mínusz 1 szer v, tehát azért vesszük a v-nek a logaritmusát, mínusz az r-nek a logaritmusát, és amit így kaptunk, annak vesszük a cech logaritmusát, táblázatban tudunk tárolni, hozzáadjuk az u-nak a logaritmusát, mert ugye azt kiemeltük előtte, és ennek kell venni a maradékát, és akkor megvagyunk. Hát ki kell számolni akkor a logaritmusokat, és akkor megvan a táblázatunk, és tudunk vele számolgatni. Hát ott a táblázat, meg lehet. És akkor itt ennek példa van, a D plusz F-et hogy lehet kiszámolni. Hát most azzal nem fogok végigmenni, ottan szépen. Úgyis meghagyom, és akkor meg lehet nézegetni, tehát hogy hogyan lehet kiszámolni, csak sietünk most már. Jó. Tehát akkor ezek szerint ugye minden P-hez és minden N-hez van P-ad N-elemű véges testünk. Aztán amúgykor megbeszéltük, hogy FQ meg GFQ, ugye így szoktuk jelölni őket. Hát a FP az általában jelöli a P elemű testet, ZP az egy konkrét, ugye az egy megfogható véges test. És akkor ami bizonyítható, de persze nem fogjuk bizonyítani, hogy azonos elemszámú véges testek lényegében véve mind azonosak, csak a elemeknek az elnevezése más. Tehát megadhat egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés úgy, hogy az összegnek összeg felel meg, a szorzatnak szorzat felel meg. Tehát lényegében véve ugyanaz a két test. Vagyis magyarul minden P-hez, minden N-hez egy és csak egy P-ad N-elemű véges test van. És akkor azt meg is konstruáltuk. És akkor nem kell itten gondolkodni, hogy hoppá, van-e még másik. Megcsináltuk a dolgokat. És akkor az előbb mondtam, tehát teljes általánosságban is igaz, hogyha van egy Q-elemű testünk, és a Q-ad M-elemű test fölött, és itt lényegesen szándékosan van már Q-ad M-elemű test, és Q-ad T van itten, tehát akármilyen M-mel, akármilyen T-vel, Q-ad M-elemű testből veszük az U plusz V-t, és akkor az U plusz V Q-ad T-ediken, azok össze, a tagok Q-ad T-edikenik hatványának az összege lesz, tehát ez mindig igaz véges testemben. Számolást könnyíti, ja, tehát ezek számolást könnyítő dolgok. Na most az a kérdés, hogy akkor hogyan találunk irreducibilis polinomot, mert a test generálásához ahhoz garantáltan irreducibilis polinom kell, ahhoz nem elég, hogy négyzetmentes, ahhoz kell keresni egy irreducibilis polinomot.
Most van pontos képlet arra, nem is olyan nagyon bonyolult, csak nem írtam föl, de nem bonyolult a képlet. Tehát pontosan meg lehet mondani, hogy a Q elemű test fölött hány darab n-net fokú főpolinom van, az a főpolinom, amelyiknek a legmagasabb tagjának az együtthatója 1. Nyilván egy konstans szorzó az nem számít az irreducibilitás szempontjából. Tehát egy pontos képlet van rá, és akkor ebből ki lehet hozni, hogy annak az aránya, hogy tekintjük az irreducibilis polinomokat, meg az összes polinomot, hogy annak az aránya az 1 per 2 n és 1 per n között van, ha a q az n-ediken, az már q az n-ediken, legalább 12, azt hiszem, igen, hát 12, nagyobb egy mint 12. Tehát nagy valószínűséggel kapunk irreducibilis polinomot, és akkor úgy csináljuk a dolgokat, hogy véletlenszerűen választunk egy polinomot, és leellenőrizik, hogy irreducibilis-e. Vagyis magyarul tesztelni kell. Ugye le kell tesztelni a dolgokat. Választunk egy polinomot, és akkor megnézzük. Hogyan lehet eldönteni egy polinomról, hogy irreducibilis-e vagy nem? Hát egy lehetőség, hogy faktorizáljuk. Ugye mivel foglalkoztak elliptikus görbékkel, meg egyebekkel, ugye az nyilvánvaló, hogy az egész számok körében a faktorizálás az egy nehéz probléma. Ugye nincs rá jó algoritmus. Érdekes módon a polinomok körében egyszerű probléma a faktorizálás. Tehát elég egyszerű algoritmusok vannak rá, amelyel lehet faktorizálni a véges testvonalati polinomokat, de most még arra sincs szükségünk, mert nem faktorizálni akarunk, elegendő nekünk azt eldönteni, hogy irreducibilis vagy nem irreducibilis a polinom. Hát például a kokáért úgy lehet eldönteni egy n-et fokú polinomról, hogy először is legyen a konstans tagja nem nulla, mert hogyha a konstans tagja nulla és legalább másodfokú, akkor ugye fölírható úgy, hogy x szer g, és akkor már is felbontható. Hát ezt meg könnyű ellenőrizni, hogy a konstans tag nulla vagy nem nulla. Hát ha nem nulla, akkor már is elvethetjük, akkor nem érdemes. Tehát a konstans tag legyen nulla. Ha első fokú, akkor tudjuk, hogy irreducibilis, meg azzal úgysem bővítünk semmit. Ugye P-ből PA de 1, azaz P elemű testet kapnánk, tehát ott sok értelme nincs. Legalább másodfokú a polinomunk, konstans tagja nem nulla. És akkor vesszük m per 2-ig 1-től, 1, 2 is itt a m per 2-ig, az F-nek, ennek, amit most tesztelünk, ugye ennek a polinomnak, meg az x a q a k adikon mínusz 1 mínusz e polinomnak a legnagyobb közös osztóját. És hogyha ez mindegyik konstans, akkor a polinom felbonthatatlan a q elemű test fölött. Ha valahol egy legalább elsőfokú polinomot kapunk legnagyobb közös osztóra, akkor megállhatunk, mert akkor biztos, hogy felbontható az adott test fölött. Most az euklidészi algoritmussal ugye meg lehet határozni a legnagyobb közös osztót, az euklidészi algoritmus egy gyors algoritmus, tehát ez nem egy különösebben problémás dolog. Le kell kódolni az euklidészi algoritmus, akkor ez megy, tehát ezt gyorsan meg lehet csinálni. Megvan egy lehetséges módszer. Na most egy picit más, majdnem ugyanez, de egy picit más, hogy azt nézzük meg, tehát nem ugyan m per 2-ig megnézzük 1-től kezdve minden k-ra, hanem megnézzük, hogy az x a q az a n-edike mínusz 1 mínusz e polinomnak legyen osztója, az kell, de minden a q ad n, az n minden d osztójára, tehát ami az n-nek egynél nagyobb osztója, az x a q a d-ediken mínusz 1 mínusz e polinommal pedig legyen relatív prim. Tehát legyen a legnagyobb közös osztója 1. Ugye ez annyiból jobb, hogy az n-nek osztója kevesebb van, mint n per 2-ig a számok összesen, tehát kevesebbet kell számolni, kevesebb legnagyobb közös osztót kell számolni. Tehát ennyiből jobb. Annyiból rosszabb, hogy azért az a q az el, q a k adikon az nagyon gyorsan nő. Ugye mitől a q már két elemű test esetében is, hát q a tizediken az 1024, de aztán q a huszadikon az meg már 1 millió nagyjából. Tehát nagyon gyorsan nő, és azért ilyen polinomokkal kell osztást elvégezni. Ott ugye csak q ad n per 2-ig kell menni, itt meg q ad n-ig. Hát ez egy hátrány, de ez mondjuk majdnem mindegy azért. Ugyanakkor viszont ugye meg kell határozni az osztóit. Hát az meg nem egy, ugye nagy ennek esetében az osztók meghatása épp az a probléma, hát nem tudunk faktorizálni könnyűszerrel. Tehát ez a hátránya ennek a dolognak, viszont kevesebbet kell számolni. Ha nem túlságosan nagy az n, akkor persze könnyű meghatározni az osztóit, és akkor lehet így számolni. Még egyszerűsíti a dolgot, hogy ehelyett lehet azt csinálni, hogy ha tudjuk az n-nek a prim osztóit, akkor elegendő csak az n per p minusz 1 minusz e kell nézni ezt a dolgot, és hogyha ezek mindegyikéhez relatív prim, persze ugye meg kell nézni a x a q ad n minusz 1 minusz r-re, és a minden p osztóval ott relatív prim, akkor felbonthatatlan. Tehát ez egy jó teszt, gyorsan megy, nincs vele különösebb probléma, és gyorsan meg lehet csinálni. Most a másik dolog, amire szükségünk lehet, hogyha nem akarunk feltétlenül ugye irreducibilis polinomot, ugye miről volt szó a Goppa kódnál, hogy veszünk egy 2 ad m elemű testet,
kettő elemű testből veszünk elemeket, praktikusan az összeset, vagy a nullától különböző összes elemet, és akkor kell keresni a kettő elemű test fölött egy irreducibilis polinomot, vagy legalábbis egy olyan polinomot, amelyiknek a kiválasztott elemek egyike sem a gyöke. Na most, hogyha ugye a kettő elemű test minden elemét kiválasztottuk, kivéve a nullát esetleg, ugye ha megnézzük a dekódolási algoritmust, ott volt az a polinom, hogy 1 mínusz xk szor x, és az xk az az alfa k-nak volt, ugye a hiba helyhez tartozó alfáknak az értéke volt. És akkor a gyök az ennek az inverze. Most a nullának nincs inverze, ugye? Tehát emiatt, hogyha azt a dekódoló algoritmust alkalmazzuk, ha kell a hiba hely polinom, meg a hiba érték polinom, akkor a nulla az nem szerepelhet, mert annak nincs inverze. Tehát egy elemet kihagyunk, az nem különösebben érdekes. Viszont akkor ugye, hogyha azt akarjuk, hogy egy elem se legyen a gyöke, legfeljebb csak a nulla, de hát az nulla meg nem lesz gyöke, hogyha az x, ugye a konstans tag nem nulla, akkor a nulla biztos nem gyöke a polinomnak, tehát akkor az nem lesz gyöke. Akkor választhatunk egy irreducibilis polinomot, a kettő elemű test fölött egy irreducibilis polinomot, és akkor az garantált, hogy nem lesz a kettő elemű test egyik eleme sem gyöke ennek a polinomnak. De nem feltétlenül kell irreducibilis polinomot választani, mert elegendő nekünk egy olyan polinom, amelyik négyzetmentes, és egyik eleme sem eleme, egy gyöke a polinomnak, a kettő elemű testnek. Tehát megint magyarul arról szól a dolog, hogy választunk véletlenszerűen egy polinomot, és nem azt nézzük, hogy irreducibilis-e, hanem megnézzük, hogy relatív prim az x a quad m minusz x polinomhoz, ez jelenti azt, hogy egyetlen, a testnek egyetlen eleme sem gyöke neki, tehát ez a legnagyobb közös osztó, hogyha az konstans, az azt jelenti, hogy a quad m elemű test egyetlen eleme sem gyöke ennek a polinomnak, és veszük a polinomnak a deriváltját, ugye mi egyetemen, ugye volt szóra, hogy van itt el, aki járt a Műszaki Egyetemre, és volt a vicináris dugóhúzó, ugye az a Műszaki Egyetemnek egy ilyen, még a második világháború előtti lapja volt. Azért hívták vicceles dugóhúzónak ezt a humoros évente megjelenő lapot, mert hogy egyszer valami egyetemi társaság elment a tanárukkal Szentendrére hévvel, és akkor hát azonnal előkerültek a boros üvegek, de hát mivel nyitjuk ki, hát természetesen mindenkinél akadt dugóhúzó, ugye, és akkor ettől lett vicceles dugóhúzó. Na szóval ott szerepelt, valamikor, hogy deriválni a gerincesektől fölfelé mindenki tud, de integrálni csak az ember állítólag. Tehát akkor deriválni mindenki tud. Mindenki tud deriválni? Van integráló hangja. Van integráló hangja. Sivatagba így megy. Aha. És te egyenesen visszamegy. És ha odébb rakod, akkor itt párhuzamosan megy vissza. Aha. Úgyhogy sajnos ezt bebuktuk. Ajjaj. Ajjaj. Hát akkor úgy kell mondani, hogy integrálni csak az ember meg a sivatagi hangja tud. A jelen tudásunk szerint, mert aztán lehet, hogy még mások is tudnak. Mindent tudunk integrálni? Csak amit lehet. Hát amit lehet. És az a kérdés, hogy milyen integrálási szabály szerint, mert ugye még az sem mindegy. Na, szóval tehát az a lényeg, hogy megnézzük a derivált a legnagyobb közös osztóját. Megint az a helyzet, az egész számok körében azt eldönteni, hogy egész szám négyzetmentese vagy nem, az egy nehéz probléma. Nincs rá jó algoritmus. Polinomok körében pedig nagyon-nagyon egyszerű, mert venni kell a deriváltját, és akkor is csak akkor négyzetmentes, hogyha nincs közös osztójuk. Tehát csak az egy a közös osztójuk, tehát magyarul relatív prímek, ez megint egy gyors dolog. Négyzetmentességre? A prím szám eldöntése az igen, arra létezik a agavavar, tehát ugye alagavar, vagy hogy hívják, tehát három, arra van, de a négyzetmentességre nincs, és a faktorizációra nincs. Tehát erre a kettőre nincs. A polinomok esetében viszont van, tehát ugye könnyen el tudjuk dönteni, és akkor tehát válaszunk véletlenszerűen egy polinomot, és el tudjuk dönteni a dolgokat. Na hát ennyi volt, gyorsan sikerült összehoznom a dolgokat. Na most Áron tett föl nekem kérdéseket, és én azt írtam neki, hogy ha lesz időm, akkor megnézem, nem volt időm. Nem azért, mert el akartam hunyni előre, hanem tényleg nem volt időm. Ugye az egyetemen ilyenkor szokásos a zárt helyeket iratni pont ebben az időszakban, és az még nem baj, csak ki is kell őket javítani. És az már egy nagyobb probléma, úgyhogy tényleg nem volt időm rá. Majd megnézem azokat a kérdéseket, és akkor majd eljutatom a választ, ha találok rájuk választ. Ja, ugye pont amikor el, ugye a múlt előtt nem beszélgettek, hogy mondja, amik most vannak éppen paraméter halmazok, mint ugye a Einsteinék dokumentum, hogy az most milyen
perem feltételek mentén lett kitalálva egyetem, hány évre előre, vagy mi annak az erőssége, vagy biztonsága? Hát amit a múltkor mutattam példát, ugye az azt jelenti, hogy az eredetit azt most már 7 nap alatt tudják törni például, és azt is mondtam, hogy abban biztos vagyok, hogy ha most ugye figyelem ráterelődik, akkor biztos, hogy előbb-utóbb találnak majd. Ami látszik ide, hogy mégsem jó a módszer, de biztos, hogy fognak találni módszereket. Rá. 7 nap. Hát azért 7 napig sok mindent el lehet titkolni. Van, amire nem elég a 7 nap, de van, amire elég a 7 nap például. Tehát, volna jó. Jó, szóval akkor ez lett volna. Most futottam, nagyon futottam, mert hogy későn kezdtük, meg hideg is van. Előképpen itt hideg van. És a kettőn kívül más prémszámot is használnak a gyakorlatban? Hát használják csak arról szó, a goppa kódoknál azért jó a két elemű test fölötti, mert hogy akkor kétszereződik a távolság, ugye, ha négyzetmentes. Tehát ott azért praktikus a két elemű test fölött. De például említettem a Reed-Solomon kódot, ugye a CD-ken, DVD-ken Reed-Solomon kód alapú kódás, ott például nem létezik bináris kód, Reed-Solomon, kivéve a triviális kódot. Tehát, hogy vagy minden elem kódszó, vagy pedig csak a 0 meg az 1 kódszó. Azon kívül nem létezik Reed-Solomon kód, tehát az egyik legfontosabb kódot nem lehet binárisan megcsinálni. Persze úgy csinálják ott is, hogy általában valamilyen 2-hatvány elemű test fölött, és akkor ugye mondjuk 2-8-on az épp egy byte. Csak akkor a bájtokkal nem úgy kell számolni, az összeadást azt igen, de szorozni nem úgy kell, hanem ott a maradékos szorzással kell csinálni a dolgokat. Tehát akkor úgy mondják, hogy binárisba fejtett Reed-Solomon kód. Tehát a kódolásban sajnos erősen szükség van a kettőtől különböző véges testekre is. Meg hát vannak a nem lineáris kódok is, meg egyemek, tehát ott azért vannak ilyen dolgok. De a goppa kódnál ezt a, hát ezért ez praktikus. Akármilyen más kérdés, aztán legfeljebb nem tudok rá válaszolni. Veszélyes tudomány, ez pártunk és államunk nem sokára betiltja a matematikát. Hát igen. Jó. De hát a... jó. Akkor most azt, hogy vissza kell a mechanizt mondjuk, ugye a múlt volt ez, hogy a tananyag már nekünk benne volt, azt jelenti, hogy küldésre a folyás eltette a helyét. Visszakerek, mondjuk a mechanizt, akkor mit lehet megkívánni? Hát nem tudom, mert most már nem én tartom, ugye én már kiöregettem a dologból sajnos. Nem én tartom, ez majd annak lesz a gondja, csak azt elfelejtettem mondani, mert ugye mondtam, hogy benne volt, kikerült, azt elfelejtettem, ugye azzal kezdtem, hogy a történelem spirálisan ismétlődik ezek szerint, csak a végét felejtettem el elmondani, tehát ugye volt benne, kikerült benne, és karácsony előtt, nem azért, mert szó volt, amikor még nem volt szó róla, hogy ide kell jönnöm, akkor említettem a tárgy mostani elődőnek, hogy vissza kellene rakni, amiatt, mert hogy. Hát, hogy mi helyett meg kell nézni. Hát mindig súlyozni kell, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. A DEST én azért nem hagynám soha ki, mert a DEST-nek a struktúrája az, amelyik fontos. Ugye, hogyha megnézzük az AIS, amikor befutott, akkor 5 volt az utolsó körben, és abból 4 DEST típusú volt. Tehát fejsztel struktúrát alkalmazták a másik 4-ben például. Tehát én a DEST struktúra miatt nem hagynám ki a DEST, de maga a DEST persze az most már kifelé fúj. Ja, az AIS sem megy csak véges test fölött természetesen, ugye? Tehát ott is véges testek fölött kell számolni. Csak azért, hogy akkor ott is benne van. Nem tudom, hogy mit lehet kihagyni, meg kell nézni. Nem kell semmit kihagyni. Tessék? Nem kell semmit kihagyni? Hát de ki kell hagyni. Két okból is ki kell hagyni sajnos, mert most olyan rosszabb a struktúra. Bizonyos szakirányon a kriptográfia az kötelező táj, de a kódolás meg a véges testek nem kötelező, csak fölvehetik. Most ebből kifelé, hogy ha visszakerül a Mechelis, akkor ott sajnos akkor a kódolásról is kell beszélni a kriptográfián belül valamit, meg a véges testekről is kell valamit beszélni, holott részleteiben nem tanulták egyesek. Valamennyit tanulnak, mert a BSC-n is szerepel valamennyi a véges testekből. Hát az RSA-ban nincs véges test. Ha miért kellene? Az RSA-ban ott nincs. Ott nincs. De az elliptikus görbékben van. De az elliptikus görbe is végül csak azért kell, mert hogy az elliptikus görbével gyorsabban tudunk, tehát kisebb paraméterekkel tudjuk ugyanazt megcsinálni, tehát magához az RSA-hoz nem kell. Ugye, és arról nem beszél, hogy mit tudom én, ott is van az Algamal például, ugye? Ott kell, de az Algamalnál is elegendő végül csak prím szám, hogyha akarom. Ugye, tehát csak a prim szám elemű test, és annyit meg megtanulnak a BSC-n is, de itt látható, hogy viszont nem elég a prim szám elemű test. Szóval ez egy kicsit faramuci helyzet, hogy szükség lenne valamire, de ugyanakkor meg az alapokat nem feltétlenül tanulta meg hozzá mindenki.
Hát ez egy nehezebb kérdés. Nem engem sújt most már ez a probléma. Nem azt mondom, hogy örülök neki, de ez még így van. Úgyhogy valami helyére be kell rakni. Nem tudom. Nem tudom. Mondom. Az, vagy ebből kifelől párhuzamosságok is vannak, mert a Shannon-féle elmélet az ugye a kriptográfiánál, meg a kódolásnál ott az elején eléggé az entrópia, meg az egyéb dolgok, azok ugye együtt mennek. És ebből kifolyólag ugye van, aki kétszer fogja ugyanazt meghallgatni, mert aki nem a véges testeknél, nem a kódolásnál ott szerepel, aki nem találta a kódolást, amiatt kell a kriptográfiában, de aki mind a kettőt, az két helyen fogja ugyanazt meghallgatni. Hát ez időpocsékolás azért. Szóval mondom, az régen abból a szemben az jobb volt, hogy együtt volt ez a három tárgy egymásra épülve, és akkor nem voltak ilyen problémák. Akkor könnyen tudta az ember csinálni. De hát problémákat meg lehet oldani. Szóval a matematikát beszüntetik, az érdekes helyzet lesz. Ez egyébként nem fogja teljesen visszavetni az oktatást? Mi? Hát ez a törvényt előző. Melyik? Melyik törvényt előző? Titkosítások betiltásáról. Ja. Az a helyzet, hogy azért szükség... Biztos, hogy egy helyen nem fogják betiltani a Nemzetvédelmi Egyetemen vagy hol. Ott biztos, hogy nem fogják. De oda el is kell jutni, tehát nem tudom, 20 éves korukban kezdenek el foglalkozni, de a tehetség is ebben gondolom. Tehát... Na de... Hát ott 20 éves korában van a Nemzetvédelmi Egyetem. Igen, de úgy értem, hogy ha már előtte nem foglalkozhat vele, mert tilos, meg fenyegetett. Ja, igen, de úgy elég nehéz foglalkozni. Igen, könyvekből tanulhat. Jó, hát... Igen, ez teljesen... Ott van írhat szoftver, csak nem tudom kommunikálni vele. Szóval ilyeneket kell kiolvasni a törvénytervezetből? Igen. Hát, ugye még mit nincs de már is is elég. Azt akarják betiltani, amennyire én értem, hogy olyan applikációkat lehessen Magyarországon árulni, meg letölteni. Hát most a használatunk nagyon egyértelmű, ami be ilyen két végpont közötti, tehát amit ők nem tudnak elolvasni. Lehet, csak kell nekik adni backdoort hozzá. Kínai hacker kurzus házi front. Jó, hát ez a PGP-re visszavezethető probléma tulajdonképpen. Ugye ott is ez volt a probléma, hogy a magánember az mást akar, mint az állam. Hát igen, ez egy örök ellentét lesz. De ez nehezen megoldható probléma, mert szóval amikor az ember mellett fölrobban valami, akkor meg azt mondja, hogy most miért nem tudtatok róla. Szóval. De akkor először a gépjármű. Én benne vagyok, nekem még jogosítványom sem volt soha az életben, úgyhogy tőlem betilthatják a gépjárműveket. Csak a lovon fogunk járni? Hát nem, csak azt mondom, hogy mint ez egy ilyen irreális félem, hogy vakitáromban loptolít, és sokkal nagyobb esélye van. Hát, ezt nem haszem azért, hogy manapság azért ez olyan triviális lenne. Szóval, nem tudom. Szóval... Jó, hát ez egy örök vita, ugye, örök vita, hogy most hogy van, aki a PGP-t kitalálta, a börtönbe is ment az elveiért. Nem tudom. Most én azt mondtam, hogy a Balázsik azt mondták, hogy most ugye 8-ra elég sokat változott, elég sokat enyhült a törvénytervet. Most már nem 2-5 évig, nem 2-ig, hanem most már ugye nincsen elvileg ilyen szankció, csak ennyi. Igen, de végig egy kicsit ilyenkor összerált. Igen, de hogyha komolyan gondolják, akkor az összes biznisz tönkre megy, mert ugye minden cég VPN-ezik, tehát és ha konkurencia a másik országból el tudja olvasni a biznisz vezetéseket, akkor nyilván jobb ajánlatokat fog tenni. A termékei lesznek, tehát hogy ennek nincs sok értelme. Viszont az utánpótlást azt nagyon kinyírhatja, mert ha valaki azzal nő föl, hogy kisfiam ezt ne csináld, mert lecsukhatnak a rendőrök, mert a szülők mondjuk nem olvasták végig az egész törvénytervezetet, akkor gyakorlatilag megszűnik az utánpótlás. Tehát minden gyerek azt csinálja, amit nem szabad. Ez a Magyarország a szörnyű. Jó, van, amiben ez így megy, de nem tudom. Jó, hát azért nem féltem annyira ezeket a dolgokat, mármint a tanítását. Valószínűleg azért ennyire éles nem lesz a helyzet, reméljük. Használatát sem. Tehát ez mindig utólag szokott jönni. Igen. Ha be lett volna tiltva, akkor mi jól megvédtük volna mindenkit. Tehát ez ilyen felelősség.
Hát egyébként szóval azért bizonyos szabályok a régebben is voltak. A számelmélet az ugye régen a matematikának az a, hát a királya volt mindig, de senki nem törődött velem, mert ez csak ilyen hobbi volt. Nem olyan nagyon régen, még az Egyesült Államok minden számelméleti cikket a hadügyminisztériummal kellett ellenőriztetni például. Hát amióta kiderült, hogy az kriptográfiában hasznos dolog. Például okokáért. Hát, és hát én mindig azt szoktam mondani, amikor még foglalkoztam oktatásban a kriptográfiával, hogy az, amiről beszélünk, az az, amit tudunk. Csomó mindent nem tudunk, ugye nyilvánvaló módon. Tehát... Tehát ugyanezen a megelőzésben, tehát amivel valószínűleg valaki robbant, ami akar, az pont az lesz, akit nem kapunk el, mondjuk 3 percig használja a telefonját. Hát azért ebben nem vagyok annyira biztos. Azért, mert mondjuk, szóval, hogy mondjam, hogyha 20-ból elkapnak 18-at és 2-t nem, az persze borzasztó, de azért még mindig jobb, hogy 18-at megfogtak, vagy legalábbis nem sikerült neki. De mindegy, hát ezek másképpen látják a világon ezeket a különböző dolgokat az emberek, én nem tudom. Én azért a biztonságot elég fontosnak érzem, viszont nem szeretem, hogyha nagyon korlátoznak, de hát ez mindig ütközni fog ez a két dolog. Mindig ütközni fog. Na mindegy, hát majd kitalálják, hogy hogy legyen. Lett volna jó ötlet például annak idején ez a, hogy a kulcsnak az egyik felét le kell tenni, és a másik felét lehet használni, ugye volt egy ilyen tervezet, és akkor, hogyha törvényi felhatalmazásra hozzá lehetett volna jutni a hatalmaságnak a kulcs másik felé, ezt is elvetették, pedig ez egy jó gondolat volt szerintem annak idején. A Törökországon a legfejlettebb demokráciák egyikében biztos nagy használt lenni. Ja igen, jó, hát... Ez kétségtelen. Jó, de hát most... Szóval mindig a, jó, hát lehet mindig a legrosszabb helyzetből kiindulni, ez kétségtelen. Jó, igen. Egyébként Kínában is rendszeresen vannak terrorista jelenetek, nem mindegyiket mondják be. A Tibetben például most elég sokszor van öngyilkosság. Igen, és ott például hát olyan szintű megfigyelés van, hogy elképesztő. Szóval ott az élő példa, hogy egész gyakorlatilag szétcseszthetjük az egész társadalmat. Akkor se lesz olyan biztonság, hogy ez kétségtelen, szóval 100% biztonság soha nem lesz, ez biztos. De azért a 98%-os biztonság jobb, mint a 0%-os. Hát igen, csak hogyha más hatásait is vizsgálni kell. Tehát, hát például, igen. Mondjuk lehet, hogy megmentünk mondjuk 500 embert, de 30 év múlva egy ilyen Észak-Korea jellegű államba leszünk végül, akkor lehet, hogy nem is mentettünk meg 500 embert, hanem elítéltünk. Igen, ez kétségtelen, de reméljük, hogy nem lesz Észak-Korea 30 év múlva. Hát remélni jó, de ők nem azzal kezdték, hogy a kriptográfiát azt ugye itten elkezdték tiltani. Több módja van az orosz támogatásának. Ez tényleg... Biztos, hogy nem fogunk dűlőre jutni, mert van, aki így látja, van, aki úgy látja a dolgokat. Én megengedőbb vagyok ebből a szempontból, mondom, nekem azért a biztonság az nem egy utolsó dolog. Meg kell tiltani az autókat, azok sokkal többen. Mondtam, nekem nem okoz problémát.